egészen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 6 óra után 10 perccel itt is vagyunk. Milyen időben, pontosan, milyen szépen, rendesen, fegyelmezetten. Tanítani kellene. Szépen. Nagyon, nagyon rendesek, fegyelmezettek vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Jó reggel. Gyerekek. Jó lett ez a sajtocska. Igen. Nagyon örülök neki. Ferencük ma reggel meglepett minket, hogyha felhívom a kedves ügyelmét a kedves hallgatóknak, akik nagyon kedvesek lesznek, és fölmennek a Ferinek az Instagram oldalára, Rákóczi alsóvonal Ferire, és megnézik ott most, úgy láttam, hogy rakott ki Feri sztorit a kis sajt készletéről. Igen. Hát van ott bámulnivaló, és hát ha még csak jól néznének ki. Nagyon finom. Ha még csak jól néznének ki. Nagyon finom, hát gyerekek, megnéztem. A gyerekek, nem egy szakkör. Nem szórakozol te itt, érted? Most hadd csináljunk valamit, vagy nem. Most szart minek csinál. Azért, hogy azt elit hallgast. Azt elit kapja, kérte. Megnéztem, ahogy vágott tegnap. Hey. Mm-hmm. Ilyet még nem csináltam, ez az Edámi nevezetű sajt, és tegnap vágtam föl, nem mondom, akkor az... hozok nektek. Nagyon finom. Nagyon nem mondjuk a vágásra, arra egy ránéztem, és mondom, Jézus, ez így vágja. Hogy vágja? Bár, mint az állat. Az egyik, érted, az nem is nem tudom mennyi, de az egyik ilyen 15 dek, a másik 30. Nem igaz. Ne hagyjál már, nem volt, nem tudtad a felénél elvágni. A sajt, ki, a sajt gyönyörű, az íze csodálatos, te rohadt jó vagy, de hogy felvágtad tudod azt vágni? A sajtot. Egyszerre ad, egyszerre elvez, egyszerre dicsér, egyszerre megdorgál. Nincsen. Hogy vágja, Jézus. Nincsen ingyenzéséret. A szerencsétlen mond. Kell egy sajt. Meglepetsz, mindjárt jön a születésnapom. Egyébként egy jó sajtkés, nekem is eszembe jutott. Nem múlik. Azt láttam a vágásnál, hogy olyan, egy ilyen rövid késsel vágtam, hát, és hogy nyomod, kicsit tört is a sajt, mondom, hol a sajtkésed? Kell egy jó sajtkés. Egy jó sajtkés, belsője Lukas, ugye úgy szokták megcsinálni, és akkor nem ragad le a sajtvágás közben. Igen. Így. Jó, csak jön azért, hogy ezt még egyszer ne kelljen végignézni, kapsz egyet, de gyönyörű. Jó, de egy gyönyörű, rendes, full profit sajtkés. De amúgy egyébként nagyon rendben. Jó lett ez is. Tök érdekes, mert most két hónaposat hoztam, van ugye a Gauda, az az érleltebb, meg van ez az Edámi, ez, uh-huh. ez ilyen nagyon kedves, és van még kettő, egy kicsit várnotok kell rá, de azt is megkóstoljuk. Jánosnak érik a külön sajt, jaj, kívánság sajt, úgynevezett kívánság sajt, ez van. Igen, rá lehet savarodni. Pejhes, tarka, borsos. Nagyon finom lesz. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Jó lesz az, én biztos vagyok benne. Nem lehet elrontani. Tehát már mindent ezzel lehet, a... Figyelj, olyan hát, durván előjön, pont ezt mondta, hogy olyan durván előjön, hogy ebben van anyag, ebben van szeretet, ebben van idő, ebben van törődés, hogy hát akkor a különbség egy hiperes sajthoz képest, tehát hogy azokkal sincsen alapvetően semmi van. Tömegtermelésről van szó, stb. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez egy kicsit másról szól, de hát, fú. Ha belegondolsz, egy kiló sajthoz kell 10 liter tej. Igen. Tehát, ha valaki 800... 10 litertel kell egy kiló sajthoz. Azt a mindenség. Ha valaki 800 forintért árul egy kiló sajtot, ott azért kilóg a lóláb, hogy már érted, a 10 liter tej se jön ki, nem hogy a törődés belőle, meg a meló, a beletett meló, úgyhogy az ár az biztos, tehát, hogy nagyon drágán fogom neked adni. Nincsen ezzel gond. És akkor még ott van egy külön, meg egy egyszerűen egy értelmezhetetlen kategória a sajtok világában, a light sajtok. Light, érted? Azt nem tudom, az micsoda. Olyan, hát csökkent a zsírtartalma. Tudod, hogy nincs értelme szerintem. Semmi értelme nincsen, szerintem mert vannak dolgok, nincs. Amiket úgy kell lenni, ahogy van. Nincs értelme. A sajtot teljes tejből, a sütemény cukorral, nem szagy. Meg semmit nem hozott, tehát hogy ilyen nyomokban sajt a jelleget is tartalmaz, kb. Ennyit lehet róla elmondani, hogy az nem sajt. Tehát, mint a vegán felvágott, nem? Hát próbáltok kitegetni magatokat. Ebben nincs feltétlenül igazad. Hús, jöttök utánunk, hogy húsízű legyen, érted? Egyébként nagyon finomak ezek, de nem hús, tehát hogy még mindig nem hús, de érted, vegán felvágott. Jó, én azt tudom, hogy érted, nekem semmi gondom nincs, hiszen a téglám ott van a családodban, úgyhogy... Ott van a kis tégla, kitart. Igen, ott bomlaszt belülről. Múltkor majdnem megfogtam. Nem is meséltem neked. Ott voltatok Velencén, átjött a két srác, ugye, hogy mennek horgászni, van-e kukac, Soma itt van-e, megyünk-e, mondom, így minden lesz, gyertek. Mondom, gyere válj ide, haver, ne vágjak neked egy szelet kolbászt. Mit és láttam a gyereket így. Összefolyt a nyál a szájába. És így nézett rám, azt mondja, hogy az finom. Mondom, nem hagyja, nem akartam, mondom, nyilván. De nem kért. De hát,
Nem tud, nem vette volna meg. Kezébe adod, add a kezébe. Tényleg? Nyugodtan. Mondom, még két mondat is megvan a kis nyugodtan add a kezébe. Meg fogja szagolni, azt mondja, hogy nem fú, nem. Bármilyen hús. Teszteld le, nyugodtan. Nem fogja megenni. Ha már ott van, néha nézi, mit tudom, múlt kertünk egy gyroszálltában, és nézi, és ez finom, hú, nagyon szeretem én is, de nem, nem, de nem kérek. És nem kér, és nem eszi, meg, nem eszi húst. Egyszerűen, és ha átvágod, vagy valamiben kiderül, hogy van hús, tehát a húslevesben, ha csak észreveszi, hogy egy darab benne marad, véged akkor van, sikít, hogy vegyem ki. De a húslevest megeszi, imádja az ízét. Aha. De és nézi a gyroszálltát, és mondja, ú, de szeretem, csirke, ez finom, ez hogy szeret, és hogy ez régen hogy szerette, még azt is mondja. Nyugodtan, aj, mondd meg neki, itt egy szelet csonka egyél. Nézd meg, hogy mit csinál. Meg fogja szagolni, el fogja venni. De aztán ne nekem gyertek, ne, ha megeszi, hogy... akkor az tök jó, mert akkor az viszont lehet, hogy valami hiányt pótol, és akkor lehet, hogy itt a vége. Én örülnék, ha elkezden egyébként húst tenni nekünk, ez most elég nagy macera. B12-t, a vasat hogy pótolod, sok tojást kell enni, pótolni kell. Egy csomó minden van a húsban sajnos, főleg a fejlődő szervezetnek, ami a fehérjét könnyebb bevinni más. Zöldségfehérjék már tök jók. De vannak alapvető olyan dolgok, ami nincs meg másban. Tehát én örülnék, ha rászoktatnád újra. Na, és pici jó minőségű húst tenne, nyugodtan add a kezébe. Add a kezébe. Nehéz B12-t például nagyon nehéz visszapótolni, csak mesterségesen tudod. Tehát vannak olyan vitaminok, amik nincsenek a növényi fehérjében. Egész egyszer aminosavak, vitaminok, egy-két olyan dolog, ami nincs. Egyszerűen nem hát tudod. A B12 kivételével minden. Például is az a vérképzéshez nagyon fontos. Persze, tehát, hogy de az, nála még szerintem ezért meg lehet oldani. Tojás sárgája, abból meg tudod, de küzdünk vele. Mert ez most már misszió lesz, János, azt tudod, hogy én ezt csak kívülről nézem, meg nagyon szívesen segítek benne, hogy egy picit így kielégítsem a kisembernek az igényeit. Hát te szállítod neki, ilyen is azóta. Vegán sajtokat eszik, vegán felvállottak. Ez nagyon tetszik, meg azt tetszik benne, tudod, hogy nem egyfajta ilyen gyerekes, és tényleg a szó pozitív értelme, mert mondani, hogy ilyen gyerekes hóbort nála. Ő fejben jutott el idáig, és ez nagyon tiszteletre méltó, és nagyon fura kimondani, ez mennyi idős most a kicsi? Hát 6 múlt 7 lesz. Na. Ez 2 éve tart, ő így fölébredt, azt mondják. Egy 4 éves. 4-5 éves gyereknél eljutni idáig, úgyhogy igazából semmiféle presszió nem érte, és a családon belül nem. nincs is senki, aki ebbe az irányba terelte volna. A Benivel, hogy... Na, tessék. Nagyon nagy macera, hogy akkor ő csak akkor a rántott padlizsán, akkor cukkini, de mi van még, beülünk egy terembe, de más nincs, jó? Most akkor át a cukini. Persze, otthon főzünk, meg rendelünk, meg nem, mert egyre szélesebb a paletta, de azért macer egy nem hús elő gyerekért. Tehát ha beülsz valahol, vagy úgy, otthon. Főleg úgy, nem az egész család csinálja. Nem, ugye, hát, hogy van három ember, aki eszik rendesen, hát, és akkor külön se egy vega, se egy vegán nincs. Az egyetlen vegán, akiről tud, arról igazából otthon jót nem hal, ez én vagyok. Tehát, hogy... Tehát, így menjél ezen az úton, hogy én nagyon respektálom ezt. Megmondom őszintén, amikor először elkezdtem mondani nekem ezt a Viki, akkor úgy voltam, hogy jó, persze, jó van, ez is igen, most te tudod, hogy most... Semmi, lassan 2 éve nem eszik. Majd hogy hívják, majd elmúlik, majd tart 2 hétig, és aztán nem. Le a kalappal. Nem, azok a kigyerekeknél, akiknél így hirtelen átkattan ilyen tényleg ilyen felébredésszerűen, azt mondják, hogy náluk a legtartósabb. Aki csak így hal valamit, és a suliba valaki nem eszik, és elkezdi, az 1 hét, az elvérzik. De ő tényleg elment ebbe a táborba, meghalott, ezeket az állatokat levágják, ledermett, megsimogatta azt a kis bárányt, juhot, kecskét, nem tudom, mit megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa. Mondta nekik, hogy levágják, megeszik, és ott a gyerek így látta, hogy átfordul a szeme, és kész. Semmi, nem hajlandó ránéz. És közben látom, hogy összefut a nyál a szájából. Majd én beszélek vele, hogy sokkal jobban szeretjük az állatokat, mint a vegák. Beszélj vele. Mi sokkal jobban. Egyszer vágjál le neki egy szelet kolbászt. Máshogy, inkább nem a sokkal, nem a de azon van a hangsúly, hogy másképp szeretitek az állat. De sokkal jobban, mi végig, mi például etetjük, babusgatjuk. Én kérlek, hogy vágjál le egy kolbászt, csak mondd meg neki, hogy kolbász. Mondd meg. Nincs, szivatás nincs. És az kíváncsi, ha megeszi és elkezdene újra húst, én már egy picit megkönnyebbülnék, mert azért szakkörözünk. Szívunk rendesen. De... Dumcsizunk egyet. De nagyon szimpatikus egyébként, nagyon tetszik. De mondom, nem, tehát hogy én semmiképpen sem szeretnék senkit semmilyen irányba terelni. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját meggyőződésének megfelelően táplálkozzon, élje úgy az életét, ahogy szeretné, mi így, mások úgy, nincsen ezzel semmi gond, mindenki elfér a napon. Így van, egészséges szintet kéne tartani ebben a húsevésben, ezt már múltkor is elmondtam, hogy szerintem... Hát igen, a heti 7 napból 5-ször az se jó, mert... Nem, 7 napból 5-ször, gondolj már bele, 7-szer, és legalább a 3, ha csak 3 étkezés számolsz, abból minimum 2-ben van hús. Igen. Ma Magyarországon. Ha egy parizer, akkor az, ha egy sült valami, nem akkor is jó az. Ez, igen. De tehát, hogy ez így sok, a tömegtermelés az meg nem jó. Ebben egyetértünk. Igen. Ebben megyek veled, érted? Viszom a zászlót elől. Hát a világnak jobb lenne, azért ez egy tényszerű dolgok, de...
Na. Igen, persze, hogy jobb lenne, ha normális szintre tudnánk ezt csökkenteni, nem ilyen tömegtermeléssel, mint most. Abszolút adom. Gyerekek, jön a pápa, hát mit szóltok? Jön a szent atya! Jöjjön is egyébként, jó fej. Gondolkodtunk tegnap rajta, hogy elviszük Tiruskát, hogy megáldja. Jön a szent atya. Komolyan, ezen gondolkodtunk tegnap. Hogy lehet a tirát bevinni a pápához? Egy ad egyébként állatra? Hát most hát miért Isten báránya ő is, illetve Isten a német juhász keveréke ő is. És ráadásul családtag. Hát miért ne? És akkor itt tudod, így sorba állunk, Bodzoli egy agámával, érted, mi Tiruskával, tudod, és akkor így pápai áldásra várnánk, nem? Igen, abszolút. Hát én a sajtjaimban. Ja, tényleg Feri a sajtjait próbálna megáldani, érted? Jön, érkezik, úgyhogy kíváncsi vagyok. Kíváncsi. Egy napos villámlátogatás? Hát szerintem nem. Pár napra jön, gondolom, Esztergomba elviszik vissza. Igen. Ide-oda, igen, óvatosan Orbán Zolival majd beszéljenek előtte, hogy ugye, amikor feleresztik majd a szép fehér galambokat, majd a Kossuth téren, ne lecsapjon rájuk egy-két dolmányos varjú, az szétkapja őket. Igen. Elmeséltem úgy. Nem is tudom, hogy ki volt itt utoljára, ki volt itt a második János Pál volt nálunk utoljára Magyarországon? Mikor volt pápai látogatás? Vojtila bácsi. Szerintem... Károly Vojtila volt itt. Valaki volt itt, arra emlékszem, még talán gyerekkor vagy fiatal koromból leszállt. Szerintem ő lehetett. Akkor ő valaki legyen magyar két jobb barát. Valaki volt itt, de ki volt utoljára? Ahogy mondtad. Azért ez nagyon klassz dolog, jó. Gyerekek, hogy egy ilyen nagy spirituális vezető, a keresztény egyház feje ellátogat hozzánk, kicsi hazánkba. Hát azért itt mégiscsak azért a kereszténység alapjai már megvannak 2000 éve. Szent Istvánnak köszönhetően, hát azért ez egy olyan klassz dolog, nem? Most független attól, hogy keresztény vagy-e, katolikus vagy-e, vagy buddhista vagy-e, vagy mit tudom én, mormon vagy krisnás, vagy tökmény. Azért egy ilyen nagy egyházi vezető eljön ide, azért ez mégiscsak kitüntet, itt van, megáldja a magyarokat. Hát azért ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, szerintem. Én tökre örülök neki. Nem mindig örülök, de amikor ilyen nagy jó. Vallási vezető ide látogat, mert az hoz valamiféle rezgést, meg valamiféle tudatállapotot magával a magyar népnek. És azért hát látva a Mónika Sót, azért le, arra szükség van. Erre mindenki pár embernél ért. Egyfajta spirituális felemelkedésre nagyon szükség van. Nézzük meg csak egy Balázs és Mónika Sót. Ugye? Most, a spirituális leszállásért mit tettünk Mónikával, most akkor tegyen a szent atya a felemelkedésért. Mutatjuk, hogy honnan kéne följönni. Igen, mutatunk tessék. Egy Balázs és Mónika Sót, na szent atyám, hát látja, sok itt a munka. Áldjon meg mindenkit, aki csak tud, lesálljon a jobb keze. Szükség lesz itt. Sok mindenre. Azt írja egyik kedves hallgató, hogy 96-ban volt második János Pál. Na, mondtam én, hogy volt itt. Valaki azt írja, hogy 91-ben volt második János Pál. Várj, hát, tudom, hogy még nagyon fiatal voltam. 74-ben is, az nem lehetett. És arra is emlékszem, hogy talán Malival jött, leszállt Ferihegyen, megcsókolta így a földet. Hát vagy Malival, vagy Alitaliával, hát mással. Ott, tehát mögött a Yasser Arafat, egy akár 47-es. Nem, tehát, hogy le is, meg is csókolta. És Ajatollah. Vagy lehet, hogy ez Brezsnyev volt, és Kádár csókolta száján. Csak. Nem. Vagy lehet, hogy ez Gorbacsov volt, és Erich Honecker. És Erich Honecker volt. Vagy Todor Zsivkov volt. Igen. Vagy ez a Ribbentrop-Molotov paktum, vagy mi is ez fontos. Tényleg, mi lehetett az? Igen, ez találkozott talán. Igen, vagy mi volt? Ez vagy ez a Jaltai konferencia. Na mindegy, valami valahol volt. Úgyhogy... Ez mindenképpen... Bocsánat, igen, ezer nem szóltatok rám, hát 1000 éve van kereszténység, nem 2000 éve. 2000 Jézus és 1000 év István a király, 2000 évet mondtam. Nem, szóljatok rám, mert már keresztre feszítenek, tehát itt már semmilyen Zsolt elindult megrohamozni a rádió egyet, úgyhogy bocsánat, 2000 éve ugye Krisztus és 1000 éve a kereszténység, Szent István. A te legfrissebb információid a Magyarság Kutató Intézettől vannak. És kicsit kitolták. Találtak néhány újabb holtengeri tekercset, ami alapján... Igen, ezer éve, bocsánat, hát régen volt már történelem, de hogy Krisztust hát akartam mondani, volt, és hát ezer éve. Hogy emlékezném már rá. Igen, gyerekek, hát most, most ezerben, 2000 nem mindegy, hát most, na, hát érted, az öltségesnél és a simán átvágnak, nem egy ezeressel, hát most ide vagy oda. Na, szóval ezer év, igen, mikorán van. De köszönöm a helyesbítést, remélem, hogy nem feszítettetek keresztet, de látom már 35 Viber üzenet, úgy. Így van. Igen. Nyugodjon meg mindenki, nyugodjon meg minden nagyon hívő a Bibliáját, a párna alatt tartó egyébként fotel katolikus, fotel keresztény. De ilyenkor aztán most lehet, nyugodjon meg, címlap. Ember vagyok. Baleset szerint 2000 éves igen. A magyar állam is. Clickbait, indul az újabb clickbait, igen. Belekerültél most valami jó izébe. Egy dátum tévedés volt. Láttad, nem? Hát veled akarják eladni. Én nem tudom, picit. Mi volt ez. Ezt most ezt nagyjából úgy fölkapták ezt a lovaglós posztot, mint a legalábbis egy ilyen de, nem az. Kiborulós, az volt. Az volt, a clickbaitbe került. Igen? Igen, hogy Sebestyén Balázs abba hagyja, Sebestyén is kidőző, de hogy valahogy ez most olyat futott, pedig ezt szerintem semmilyen
semmilyen... Azon röhögtem, ugye tehát, ez arról szól, hogy egy csávó összeszedi, hogy egy héten... Hát nagyon jókat szed össze. Okay. Legnagyobb kattintás számú kamu címekkel, igen, ellátott, meg nem történt, vagy elhazudott címek, amik alapján a cikkből nem derülnek, igen, ki, hogy mi az valójában. Na, és ők mivel adják el ezt a kis rovatot? Egy ugyanilyen clickbait címmel. Direkt. Há, de ez direkt. De ez direkt. Okay. Sehessén valás kötelező, igen, lesz. Ez igen, volt az, hát semmi közel hoz. Érted? Rögtem egyébként ügyes. Ez egy clickbait rovatot, ők eladnak egy kamu címmel, ami aztán, de jókat szednek össze. Az utolsó az a legdurvább. Tehát, hogy ezt tegnap én is megnéztem, végignéztem, hogy milyen clickbaitek vannak így a héten. Hát tényleg egészen elképesztő, hogy hova süllyedt a bulvár. Na, azt mondja, hogy igen, játékunkkal, kétfajta játékunk is van, lehet jelentkezni az egyik játékunkra, ami fekete férigen nem, a másik pedig, hogy lehet tekergetni a klímakapcsolót. Így van. Velem nem csesztek ki. Lehet hűteni vagy fűteni magukat, Feri nagyon jól tényleg felkészült. Tényleg hoztam rendes ételt, Viktória, hogy nem... Igen, na mindegy. Megkóstoljuk majd azt is. De az is jól néz ki. Mi az? Finom? Ja. Jó, nem akartam beszólni. Transzsírban. Transzsírokban úszunk. Transzsírban úszunk. Narancs. Hát szeret hízlal, olyan vagyok, mint a Jancsi Suliskával. Mindig mutatom az ujjaskával. Mikor fog megenni. Jó kis izé. Mi ez? Fánk. Így van, mondjuk akkor már rég rossz, ha a kis ujjadat kéri. Ha érted, mire szél. Az is nagyobb, mint valami. Na szóval vissza a klímás játékra. Ja, tegnap voltam egy pár helyen, már nem ilyen bezártam, hanem ahova még lehetett menni, plusz ma reggel megálltam kenyérre a benzinkúton, hogy ezt mindenütt imádják. Micsoda? Ezt a tekerős játékot. Ja, hát ez egyébként most 22 fokon állunk most egyelőre, jó? Nem, már 23, valaki elkezdte tekergetik? Igen. De hogy kérdez, hogy és akkor tényleg meleg? Hát mondom, persze, ha fűtitek meleg, hideg. Ó, akkor ma én is beszállok tekergetni. Hát szálljál. Ellentétesen, az a jó, hogy két csapat ellentétesen nyomja, mert akkor jók vagyunk. Azért vigyázzunk jó, velük. Ha egy irányba megy, az a nem jó. Igen. Tehát, hogy itt okosnak kell lenni, mert ki tudnak velünk szúrni. Azért tegnap itt volt, leginkább meleg irányba mentünk el. Én pólóba jöttem. Én ma megint úgy jöttem, hogy nincs adtam semmi, és de csak megint egy hosszú ujjúba. Én ma megint BKV-val jöttem. Haj, ez nagy baleset kifelé a Megyeri úton, a Bohócos gyorsétterem után 3-2 ki egybe sávot foglalnak a sérült autók, nagy lesz a baj, rendőr még nincs. Igen, Balázs még Pécsen is járt a pápa. Kérzi valaki, ilyenkor tényleg pápai kegyelmet ad valakinek? Adhat. Aha. De nem fog. Na de semmi közé egy ország belügyéhez. Hogy tehát, hogy akik egyébként elkárhoznának, azokat így feloldozni? Nem adhat, hogy nem főnök nevében. Nem, igen. Hát biztos megkérdezi a igazságügyi minisztériumot, hogy van-e olyan rab, akit föl lehet szabadítani, mert nem olyan, igen, nagy a baj. Azt mondják neki, hogy a Kovács Géza. És van, a büntetését hogy... le kell tölteni, de egyébként a lelket ez tök jó. Hát a gyakorlatilag rabok azért azt gondolom, ennyivel nem érik be. Ők azért megverik a végét. Inkább hazamennének a családhoz. Szeretnék találkozni a pápával. Hozzuk be ide. Jöjjön be. Leültetnénk ide. Hozzuk be ide. Vegyük meg neki a Klassz FM stúdiót, az egykorit. Akkor van neki ilyen kis üvegkalitkája. Pápa mobillal ide jönne, beülne. Egy órát beszélgetni. A fegy alján. Olyan jó lenne. Ez is a pápa úr úton van már. Igen, itt a Bakcsomópontnál beálltunk, sajnos a dugóban állunk a üvegkalitkával. Mindjárt odaérünk. Valakinek ki kéne állni a -2-ről, mert nincsen elég parkolóhelyünk a pápa úrnak. Igen, az milyen menő lenne, igen. De jó lenne. De tényleg egyébként milyen jó lenne. Aztán igen, bejöjjük egy reggeli műsorba, beszélgessünk fiatalokkal. Igen. Tehát a legnagyobb baja egyébként a katolikus egyháznak, meg ugye magának, a vallásnak, hogy a fiatalokhoz nem jut el, mert már hát nincs hatással rájuk, meg nem fontos. Ahogy idősebb vagy, egyre inkább kezdesz valamiféle spirituális út felé fordulni, hiszen ez a az utat járják sokan, de fiatalokat mennyire jól meg lehetne érinteni, nagy ha minden rádióműsorban, egy országban lenne energiája erre, és bemenne, imádná, és egy óráig, imádná, és elmondaná, hogy mi a vonzó egy fiatal számára, vagy mit talált meg benne, vagy mivel segíthet, vagy mit tudná áthúzni. Olyan klassz lenne, nem? Bejönne. Vaj, partjai, geccó! Hát ezt nem látom tőle, de biztos. De lehet. Most megint egy lépéssel távolabb kerültünk, hogy bejöjjön. Vágy parti gecó, hát még nehéz lesz. De ezt még talán ne vegyük pápai invitálásnak. Fogalmazunk meg egy ennél hivatalosabb levelet. Mennünk el? Integettél? Mennünk el, gyerekek. Jó. Ja, egy perc, azt hittem, akkor mondhatod. Kedves pápai úr. Kedves pápai úr. Tényleg elmegy pápára a pápa? Figyelj. Találkozik pápai Jocival?
Te egyébként tényleg. Egyébként ez jó kérdés. Hát egy ociát ügyi intézni, csörögjünk rá, hogy ocira. Jó, de gondolom, hogy a túra támogatója a pápai hús kombinát, nem? Ja, tehát, hogy, tehát az még van? Nem, van. Hogyne volna. Pápai hús, persze. Pápai hús. Hát a pápai akkor hús támogatása. A pápai utazását a pápai hús kombinát támogatja. Igen. Nem, hát akkor várja, mi van még? Pápa. Más nincsen, más nem tudom. Pápai. Hát igen, a pápai oci van még, a pápai húskombinátás nem jut eszembe. Hát ez hát ez pont más. Elég. Igen. Így egy főszponzornak, nem? Pápai húskombinát. Én azt hiszem, az megszűnt egyébként a pápai húskombinát, vagy vegyi kombinát. Pápai vagy hús van ilyen. Vegyi kombinát. Mondjuk a párizsi az inkább nem, a vegyi kombinátban készül. Megmentettél? Ott van. Kell, hogy legyen. Ja, valaki, ez volt az, hogy bedőlt, aztán megvették, vagy nem? Hallunk ilyet. Sose tudhatjuk eztet. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, csáó. Magyarország leghallgatottabb műsora. 3:47 múlt pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Budapesten a Márton Áron tér előtt összecsúszott két autó, még nincs torlódás. Mind a két autó tréningezni fog, vagy mind a két autó hülye vagyok tréningezni. Igen, egy kicsit később együtt edzenek. Tréningezni, te hülye, te. Idd már meg a kávét, a Jézus Isten. Igen, először 4 ütemű fekvőtámaszokat nyomnak, utána pedig megcsinálják a felüléseket és a hasprést. Nézzék meg, hogy egy Volkswagen Jetta. A végén a nyújtásról se feledkezzetek meg. Igen, de lehetőleg ne a bakácstér közepén, nem egy kicsit húzódjatok le. Szóval mindkét autót trélerezni fogják, tréningezni, gyönyörű. Ha még lenne szeszélyes évszakok, és lenne rádiós baki, akkor ez bekerülne a Peterdi Pál. Milyen rovata volt Peterdi Pál? Tücsök és Bogár. Tücsök és Bogár. Emlékeznek, szeszélyes évszakok. Peterdi Pál, Tücsök és Bogár. Csak ott ugye a nyomtatott sajtóból szemezgettek. De ez a két autó tréningezni fog, ez a modern Tücsök és Bogárba benne lehetne. Pali bácsi bár belecsapott volna a levegőbe. Azt mondta, hogy megvagyál, az egyen bejebb vagy. Vágd ki ezt, tedd el valahova, hogy Knézi mondta, tedd el. Humorosba. Tedd el egy humorosba, jó lesz ez még, hogy ahogy úszott szegény kis. Csávó, a buszoknak már szűkös a hely, szóval, hogy Márton Áron tér, jó? Nem tréningeznek, hanem trélerezik őket. Na, ma viszem öreg anyámat 3-10-re Pfizerrel, oltani kíváncsi leszek, miután ő is megkapja a chipset. Zola küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tényleg van már valamiféle utórezgés? Nem elég tudom. Hatás, megnőtt a pölő. Jobban vagy kívánod a banánt, mert ugye csimpánz adenovírust kaptál. Esetleg láttam, hogy mosolyogva aludt volna el. Belenéztél ma reggel a tükörbe. Csak a szokásos lefelé bigyedő száj. És ilyen nem volt, hogy belenéztél a tükörbe, oda tetted a fejedet, a kezedet a fejed közébe, és azt tudod, nincs ilyen. Hát te azt rász vagy, az a csimpánz adenovírus, ugye te azt kapod. Mit tudom, szőrösödik a tököd, egy kézzel kurkászod a mónit, másik kézzel vakarod a kutyát. Nincs ilyen? Nem, annyi történt, hogy elmentem a kis a konyhai GBL-ünk mellett, és azt hallottam belőle, hogy Bill Gates vagyok, Bill Gates. De csak amikor odaértem a fejemmel, és akkor a chip, tudod. Az Pfizer BioNTech. Te csimpánz. Én csimpánz vagyok. Én csimpánz vagyok. Ha egy betör az Armageddon, akkor te majd fáról-fára ugrálva mész. Tehát látszik, a Pfizeresek fordulnak az 5G felé, te fáról-fára ugrálsz. Így akátra, és a kínaiak? Akátfára az ülői úton. Igen, ti mentek fáról-fára. Tényleg, te majd a körúton úgy mész, hogy mész a kombinó mellett, és fáról-fára, mint a gibbon, tudod, átfogsz. A troli vezetéken, tudod. És ha kettőt fogsz egyszer, akkor tudod, mi van. Igen. Mókás majó. Na, jó, hát igen, mert az Astra az ugye az a csimpánz adenovírus. És már okosodok én is ki, elolvastam minden gyerekek. Jó ez. Hogy melyiket választ? Annyit beszéltél róla, most már jó, ha után olvasom. Én megvárom, gyerekek. Csináljátok, az első visszaívás után megyek én. Figyelj. Csak még kicsit ez köhög, kicsit még úgy botlatozik. Várj, én még a páholyból nézem. Mit veszitek? Fesztivált? Nem? Éttermet? Az sem. Hát de majd lesz. Utazást. És akkor viszont veszíted. Tessék? Hát majd lesznek, és akkor viszont pontos időzítéssel szuratunk, kiszámoljuk a megfelelő koncert időpontot, és ahhoz képest megpróbálunk felülökni két nyugdíjat a sor elején, és odakolt a férkőzni. Hát figyelj, valami random helyre csak oda keveredek azért én is hétvégén. Hát ahogy hétvégén most egy csomóan megcsináltak, úgy te is. Két nyugdíjat megveszek egy teljes nyugdíjával, megmondom, mama, menj a nyugdíj. 40? Na, minden sorba egyen előrébb állok, bejutok. Sebestyén úr maga. Hát, többiek hazamentek. Kihívta, kaptam SMS-t, hol van, már kitöröltem. Jó, akkor most már maradjon. Hát, na, megkapja maga is. Én erre számítok, hogy ez lesz. Na, itt a hallgatónk, halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, sziasztok. Hello, Norbi, ciao Norbi, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, kivel játszanál, Norbi?
Veled, Balázs. A mindenségét neki. Igen, csak így. Nagyon jövünk. 32-25, tök régóta az nem nyertetek semmit. Az Norbi. Nem rossz. Jövünk. Na majd most megpróbáljuk. Temettük az évet, temettük a játékot, és olyanok vagyunk, érted, mint Darnyi Szöulba, vagy mit tudom megyünk én. Megyünk előre, végetek van. Mint igen. Rózsa Norbert Barcelonába. Istenem, remélem, hogy stimmel. Igen, remélem volt ott. Remélem volt ott, igen. Na, oké, Norbi, akkor többet megtudunk rólad majd a játék alatt, jó? Rendben. Na, mehetünk? Mehetünk, persze. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagy, Norbi? Igen. Nem áll! Tedd be a mappába! Tedd bele a mappába! Jézusom! Ez egész jó játék. Nem áll, ennek az amatőr a ezerszer elhasznált. Köszönöm! Hát az ez a régi jó öreg trükk még mindig működik. A legprimitívebb. Itt vagy, Norbi? Igen. Norbi, te vagy az? De itt vagy még? Jézus, de jó vagyok még mindig. Ma reggel különösen. Hát kicsit belenéztél egy express vonatba. Norbikám! Mi a helyzet? Hogy vagy? Hogy vagy? Most akkor teljesen minden, most már nagyon jól. Dumáljó. Most már dumáljó. Jó, hát most már mi meg se kérdeztem, hogy milyen foglalkozol, mit csinálsz, honnan hívtál. Majd legközelebb most ezt már. Ezt nem hiszem el. Egyébként ez egy jó taktika, ne készítsd föl a játékra, dobd be gyorsan. Szia Norbi, itt vagy? Mehetünk? Paf! Ezt csináltuk most, és működik. Nem volt kis barizás előtte, körbeszimatolás, farokszagolgatás, ahogy a kutyáknál, semmi. Egyből be a mélyvízbe. És én az elején még rosszat éreztem. Azt gondolom, hogy ez a srác, ez lendületben van. Ezt nem fogjuk tudni lenyomni könnyen. Ráhangolódtam, és tudtam, hogy így lehet megfogni. Azonnal bedobtam. Nem is kérdeztünk tőle semmit. Norbikám, mivel foglalkozol egyébként? Hegesztő vagyok igazából. Hegesztő vagy, és most látom, hogy mit írtál. Úgy elverlek titeket, mint zsugás a családi pótlék. Hújjúj! Hát mekkora duma! De jó! Norbi, ezt írtad? Ezt így megálmodtam reggel, hogy írok egyet. Hát ezt mint zsugás a családi pótlékot. Hát, ez olyan gyorsan ment el, csak nem úgy, hát ahogy nagyon gondoltuk. Nem volt rossz igen játék jött tulajdonképpen. Mire gondoltál az első igennél? Hogy van ez jó csapda lesz. Hogy majd mehetünk még nagyon tovább. Nagyon jól raktam fejben, miket fogok kérdezni, miket fogok mondani, csak igen. Igen. De jönnek is az üzenetek. Nem tudtam felhangosítani, olyan gyors volt. Ez egy nagyon izgi adókapok volt. Tűszentettem, vége van. Sokat megtudtunk Norbiról. Igen. Norbikám, egy visszavágót köszönöm, adunk neki valamikor, jó? Rendben, köszönjük. Ciao, hello. Szia. Hello. Szia. Jézus Mária. Nagyon ügyes. Aj, de jó. Akkor választotok engem, mikor halljátok, hogy 6-tól féltig meg se szólalok. Jó. Mikor így pörgök, akkor nagyon veszélyes vagyok. Igen. Olyan vagyok, mint Chuck Norris az ugrófordulóval. Rávicem a pörgőt, igen, és vége van. Az fanda. Még emelted a kezedért, Norbikám. Ne törődj vele. Leszarom, hogy fandam vagy Chuck Norris, az a lényeg, hogy egy kakatugerivel ketté szedtem, érted? De még emelted a kezed az arcodon már ment. Az olyan, mint Bruce Lee a karatéval. Elhangzott, hogy fájt, és már ott volt egy olyan ugró kekumi forduló kakatogeri, hogy érted, szakadszan a szét, hát ennyi. Hát én is még be sem elegettem. Norbi még ünnepeltette magát, kiintett a közönségnek, az már feküdt. De tényleg, hát Norbi berakta a fogvédőt, és utána pedig semmi. Akkor hát padlózott. Kisöpörtem a lábát egy ilyen kis pörivel, kész. Na jó van. Jó, ide nagy volt. Hát akkor viszont így már nagyon jövünk, mert 26-32. Hú, ez nagyon jó. És elmenni látszott az év már, 20 ponttal vezettek, vagy 15-tel. És nézd meg, esnek kellnek, hát halás után. Kár érte, na mindegy, ezt a nagy sok pontot így eljátszani, srácok. Mi adogassátok csak a sebeiteket. Így van, jövünk mindjárt a hírek után, tekergessétek a klímát, Rádió 1 per Daikin, vagy hogy van ez? Hogy van? Rádió 1.hu per Daikin oldalon. Egyelőre 22 fok van, tehát a hűteni vágyok és a fűteni vágyok összecsapnak. Ez nekünk nagyon jó, mert középen áll a higany mérőszála. 21-re ment most lépem. És aki szavaz, vagy egyszer lehet csak, vagy hát játszik velünk, az ugye nyerhet adás végén egy split Daikin klímát. Azért ez nagyon menő. Be is szereljük. És a Daikin gyerekek az egyik, hanem a legjobb. Ezt most komolyan mondom, nem nyalok nekik. Nekünk is hát az van. Nálunk is ez van itt, érted. Ennyi. És azon még nem szerették meg. Még nem szerették be, de ezután ennek a mondat után remélem, hogy a Daikin vezérigazgatója felhív, hogy szeretné meglátogatni a... Mr. Daikin úr, lenne még szoba, amit nem tudunk hűteni. Alokasik Daikin Imre. Remélem, Mr. Daikin úr felhív adás után, hogy nagyon tetszett neki, és ezt szeretné valahogy meghalálni. Na, úgyhogy egy klasszikus split klímát lehet nyerni. Jó, írjatok, vagy szavazatok a játszanátok, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen,
egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Gyerekek, csak komolyan mondom, szeretném megkérni a Mr. Weekendet, és mindenkit, hogy én imádom ezeket a zenéket, de Covid van, egy éve szívunk, a rolleren vagyunk, mindenki. Uh-huh. Írjatok már vidám számokra, legalább ti, akinek a kezetekben ott van a szórakoztatás. Hát, hogy igen, a bubánatos, büdös életben nem tudtok egy vidám számot összehozni. Hát szomorúak ők is. Én értem, hogy ez a trend, és értem, hogy szomorúak vagyunk, és értem, hogy pandémia van, de legalább ti zenészek, legyetek vidámak. Nem azért vidámak. Fizetünk benneteket, hogy picsogjatok. Írjatok már egy darab vidám számot. Na. Hát azon dolgozunk, hogy egy ország reggel felébredjen, drága zenész barátaim. Így van. Drága Mr. Weekend. Elejön Weekend úr, és úgy keresztbe veri nekünk ezt a reggel, drága Weekend úr. Tudjuk, hogy ez rádió egy kompatibilis, szeretjük ezeket a zenéket. De Mr. Weekend, please, írjon nekünk egy vidám dal, csak egyet, mi, és rommá játszunk. Megpróbáljuk egy magasabban lévő polcra felrakni a hangulatot, ti meg rögtön kettővel lejjebb rakjátok, ahogy bejöttök szépen a kis muzsikátokkal. Weekend úr tudja, micsoda jogdíj lesz abból, ha lesz egy vidám dal. Weekend úr, Mr. Tiesto úr, kérem önöket, Mr. nem tudom ki még, bármi, akit már játszunk, írjon nekünk vidám dalt, Mr. Weekend úr. Mr. Weekend úr, gondoljon a jövőre, ha csak egyszer adjuk le ezt a számot, és utána a kedves hallgatók öngyilkosok lesznek, akkor csak egyszer kap jogdíjat. Így jó? Van. Így van, Mr. Weekend úr, legyen már, Gondoljanak azokra az időkre, kedves Weekend úr, amikor majd megint járnak az emberek koncertre, hogyha most kinyírják magukat az önök dalai hatására, akkor majd nem fognak tudni menni a koncertekre. Mr. Weekend úr, könyörüljön rajtunk, jó, van elég bajunk. És Weekend úr jön is Magyarországra jövőre. Jön. Már bejelentették, jön jövőre Magyarországra. Nem lesz ott senki. Igaz, hogy magánlátogatásra jön is. Oké. Hagyjuk, azt írja valaki, hogy hagyjuk Mr. Weekendet, jöjjön Pítók. Látod? Ja, a Pítók? Hogy megmaradt a Pítók? Látod, hogy megmaradt a Pítók? Hát hogy megmaradt? Ez nekünk is megmaradt. Hogy megmaradt a Pítók? Milyen előjellel, azt hagyjuk. Ez meg, hogy megmaradt a Pítók. Azt a mindenségét neki! Most nem hiszem el, hogy ott volt neked a pulton. Pítók? Ne viccél. Hát Pítók mindig írnak a hírek alatt. Hát Pítók mindig. Ez megy körbe. Micsoda, de mi is látod? Majd a szövegét figyeld, Jani. A szöveget. Meg az ének dallamot. Hallod? Egyébként ez rohadt jó. Ez a fejhallgató. Van basszus, mi? Nagyon. Nagyon szépen előhozza a basszus. Új, de jól szól. Egy ilyen. Még egy egyszer, hogy igen? Na, szia, Pít bácsi! Nem sokára mi találkozunk. Így van. Nem találkozott te vele sehol. Hogy szól a bassz? Hogy van ez keverve? Hogy szól? Van benne egy kis pit, meg egy kis dum-dum, ennyi. A basszus nagyon jól jön. Hát ez egy jó zene. Ez nagyon jó. Jó ez a pit, csak ne legyen repeat. Szia, Pit bácsi! Bye-bye, Pit bácsi! Nekem, hogy keverelek! Szia, Pit bácsi! Szia! Csokolom! Pit bácsi! Pit bácsi! Csokolom! Majd találkozunk még, Pit bácsi! Csokolom! Csokolom! Jó volt a szám! Meg nem kell biciklizni! Na, gyerekek, olyan régen beszéltünk már, amit drága Novák Andrisunkkal, mert hogy egy éve minden tényleg a Covidról, meg a koronáról, meg a pandémiáról szól, és közben mintha a külpolitika, mintha az egész lekerült volna egy a terítékről, de közben nyilván... Hát az elnökválasztás kapcsán beszélünk. Az elnökválasztás kapcsán igen, de valahogy azon kívül, mintha minden eltűnt volna. Az influenza vírussal együtt, a migráns hullám, az iraki helyzet, az iszlám állam, a merényletek. Egyébként hál' Isten, azt mondom, tehát senkinek nem hiányzik, de hogy volt azért nekünk számos rádióműsorunk itt pár éve, amikor Európa például egy ilyen erőszak hullámtól retteget, de most egy éve ezeket szinte el is felejtettük. A Covid zajban minden eltűnik. Mert hogy a Covid zajban minden eltűnik. Hogy aztán közben ezek történnek, csak be se kerülnek a hírekbe. Most nyilván nem egy komolyabb európai merényletre gondolok, vagy egyszerűen most az iszlám állam és Irak is és mindenki a pandémiával elfoglalva, nem tudjuk, de mintha nem történne semmi más, csak és kizárólag az, hogy mi van a védőoltásokkal, igen, mi van a koronával, hányan halnak meg. De közben Novák András Irakban van, és az szinte sosem gondoltuk volna, hogy eljutunk, igen, oda, hogy egyszer egy külpolitikai iraki látogatás már-már felüdülés lesz, abból a szempontból legalábbis, hogy valaki nem a koronáról beszél, nem, vagy nem egy olyan helyen van, ahol éppen védőoltást vizsgálnak, vagy engedélyeztetnek. Végre vagy... robbantottak. Végre, hogy Novák András Irakban van, éppen konspirál, szenvedélyeket szít, blázi, hogy valami legyen. Hogy valamiből tudjon élni. De nem, komolyan, megörültem,
hogy ő ma van, és annak is megörültem, hogy mennyire elfelejtettünk egy kicsit körbenézni a világban, hogy mennyire elfelejtettünk külpolitikáról beszélgetni, hogy mi a helyzet az iszlám állammal, hogy mi a helyzet Irakkal, hogy mi a helyzet ott a törzsi háborúkkal, és nem azért, mert olyan sok jóra adnak ők okot, egyszerűen csak tényleg mindent elvett. Mindent elvett külpolitikai vonatkozásban is a pandémia. Nem tudsz másról hallani, csak erről nem olvasni. Nem, ugye? Miközben azért valljuk őszintén, ezeken a területeken élő embereknek valószínűleg a legkisebb gondjuk a COVID. Na hát ez is egy érdekes dolog, hogy egyáltalán ott van-e, vagy piacoznak, tumultus hátán árulnak, jönnek, mennek, pesgő piaci életet és forgalmas Irakot tapasztal Novák András, vagy ott egyáltalán oltanak, vagy nem oltanak, meg hát mi a helyzet az iszlám állammal, a sitákkal, a szunitákkal, valami érdekes, ő most éppen Irakban van, nem? Tehát, hogy ő mindig megy, mindig megy. De mi nagyon szeretünk vele beszélgetni, mert összefüggéseiben mutatja meg egy kicsit, hogy mi a helyzet. Itt van velünk András, hello András, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok! Szia! Hello! Erbilben, ugye ez a kurdi terület. Aha! Kicsit csúszni fog a hang, tudjátok, van egy másodperces, vagy másfél másodperces csúszás, hát ez teljesen természetes. Erbilben vagyok, ugye ez Iraknak az északi része, a kurd régiónak a fővárosa, innen mentünk Moszulba, ugye Moszul volt az iszlám állam egyik fellegvára. Nagyon érdekes volt, hogy mennyire le van még rombolva a város, mennyi fegyveres van. Hát egyébként meg, ahogy mondjátok, merényletek vannak, Covid helyzet is van. Ez a kettő együtt egyébként keveredik, azt kell mondani, hogy a terroristák is maszkban vannak. Tehát, hogy, de nem azért, hogy eltakarják az arcukat, hogy mindenki hord maszkot. De egyébként van pesgő élet, tehát megdöbbenés volt, amikor a Markos Lati barátommal, operatőr kollégámmal megérkeztünk, elmentünk egy étterembe, és képzeléseket beültünk, és mindenki evett körülöttünk, és gyorsan felvittünk is, mert hát ez egy óriási dolog, hogy még mielőtt küldtünk volna bármilyen anyagot, elmentünk egy étterembe, és be lehetett ülni. Hát ez akkora dolog, és hogy itt pesgő élet van a piacon, itt ezével mennek az emberek, hordanak maszkot, de mindenki a szája alatt, tehát hogy lehúzva. Tehát, hogy van is maszk, meg nincs is. Tehát ez elég lájtosan kezelik ezt a történetet, nincs az a nagy figor, mint otthon, kevesebb is az esetek száma, folyamatosan emelkedik, tehát van COVID-helyzet is, de hát merényletek is vannak. Tehát pont a pápa látogatás miatt jöttünk, többek között azért jöttünk, képzeljétek el, előtte két nagy merénylet, és ahogy elment a pápa, tegnap is volt egy hatalmas merénylet, Bagdadban egy ember meghalt, hárman pedig válságos állapotban vannak, tehát nem nyugtanak a kedélyek. De figyelj, ott nincs is COVID-helyzet, hogy nyitva vannak az éttermek, vagy annyira el van mindenki foglalva a törzsi háborúkkal, meg az iszlám állammal, hogy egyszerűen nincs idejük ezzel foglalkozni. Hát látom a képeket, tényleg megdöbbentő, hogy nyüzsgő piacokon vagytok, étteremben vagytok, hát ezt hogy engedik? Vagy egyszerűen nincs idejük velük foglalkozni? Szóval így. Érdekes. Most, ó, de jó, hogy ezt elmondtad. Ez, Nem is gondoltad volna innen Magyarországról. Látod, hogy ez igen, volt? Ez egy... Neked se könnyű. Ez egy valóban megdöbbentő helyzet, András. És mi a helyzet a törzsi háborúkkal? Á, te ilyen messzire elmenni egy vacsoráira. Az a fontos. Van ebből kiút? Hogy érzed? Hát ez egy padhelyzet, ahogy mondod. Hát ez akkor nagyon kemény lehet nektek ott kint. És ha nem így lenne, akkor esetleg másféle kiutat látnánk ebből a kilátástalan helyzetből, vagy úgy gondolod, hogy nem? Értem. Megfontolandó. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Novák Andrásnak ezt az interjút. Most hírek. Ahogy a hallgató írja, Topi Huszasáról beszélt. Sose gondoltam volna, hogy külpolitikát hallgatni egyszer felüdülés lesz. Én mondjuk szeretem a külpolitikát, meg nagyon érdekel, akár Irak is, meg minden. De hogy ugye, hogy egyszerűen úgy vagy, hogy oké, hogy a COVID-helyzetről kérdezed, de hogy végre valami egy örülünk már neki, hogy a másról beszélhetünk, és nem pedig a COVID-ról. Igen, és tényleg nyüzsgő piacok, éttermek, hát egészen megdöbbentő, hogy... Na, akkor most van, akkor várják, most mi a fene van? Semmi, van, de még sincs. Kihozták a humuszos pitát, és le kellett tenni. Végre. Milyen jól lakzik, Ausztriában, Horvátországban nem mehetünk, de Mosszulban például egy jót kajálhatnánk. Igen, én szívesen. Nyilván ott másképp veszik ezeket a korlátozásokat. Szívesen elmegyek. Itt vagy, András? Már nem egy kicsöngést töltetted be? Igen. Nem adjuk föl. Na. Hello. Megszakadtál. Itt vagy? Itt vagyok, sziasztok. Hát nagyon rossz a vonal. Hát mégiscsak a Közel-Keleten vagyunk. Tehát azért ez nagyon bezárt terület, és nagyon össze-vissza van még az elektronika, szóval
én nem csodálom, hogy ennyire rosszul lehet beszélni. Alig-alig működik néhány esetben az internet, hol van internet, hol van telefonvonal. De nem tudom, meddig hallottatok, mi volt az utolsó mondat? Hogy elment a pápa. Azt tudjuk egyébként, hogy ez az iraki látogatás, ez mit adott Iraknak, vagy hogy miért volt fontos, hogy a pápa Irakba menjen? Mert azért ez mindenképpen egy történelmi útnak mondható, hogy a pápa ellátogatott Irakba. Hát mindenképpen történelmi. Először is a katolikus egyházfő még soha nem volt Irakban. Innentől kezdve, amióta a Covid-járvány elindult, a pápa nem volt külföldön. És gondoljatok bele, hogy a Covid miatt azért itt is vannak megszorítások, még ha nem is megy annyira, mert ugye a Közel-Keleten nem lehet itt embereknek, millióinak, hogy abból élnek, hogy piacoznak, hogy ne menjenek a piacra. De mégis 10 000 ember előtt misézett itt az Erbili stadionban, óriási élmény volt nekünk is. Gondoljatok bele, hogy ennyi ember mióta nem látunk, másfél éve nem látunk együtt. Meg hát mesélem az éttermeket is, tehát nagyon-nagyon érdekes volt. A történelmi jelentősége mindenképpen az, amit a pápa elmondott, hogy ugye rettentő nagy keresztény ellenesség volt az iszlám állam ideje alatt. Tehát itt 100 000-eket zavartak el, gyilkoltak meg, erőszakoltak meg. Tehát az iszlám állam rettentő kegyetlen volt. A nem a muzulmán, és konkrétan nem a szunita emberekkel, tehát ez egyfajta lelki támogatás jelentett az ítélőknek, és el is mondták egyébként, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy egyfajta keresztény támogatást adott nekik a pápa és a pápai út, és a pápa ragaszkodott is hozzá, tehát a biztonsági tanácsadói egy az egyben megmondták, hogy nem tanácsolják, hogy ide jön. Képzeljétek, egy 2 héttel a látogatás előtt merénylet volt, 2 ketten meghaltak, egy csomóan megsérültek. Közvetlenül a látogatás előtt 10 sorozatlövő rakétát lőttek ki Erbélyre, ide a városra, ahol mi is vagyunk. Már itt voltunk, pont abban a tábor mellé lőtték, ahol a magyar katonák vannak, és most is volt már merénylet, pontosan egy nappal azután, hogy elment, Bagdadba volt egy robbantás. Tehát hihetetlenül forrong a terület, és rettentő mondva, a pápa ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen eljön. Van egy ilyen anekdóta, hogy azt mondta, hogy ha nem is tanácsolják neki, hogy idejön, ő akkor is ejtelnyőbe kiugrik, nem szeretné meglátogatni Irakot, mert hát azért mégis ez egy bibliai terület, hát ugye egy Tigris és az Eufrátesz közötti részen vagyunk, ugye azt szokták mondani, hogy itt játszódik a bibliai történetek nagy része. Szóval mindenképpen történelmi jelentés, hogy az itteni emberek nagyon-nagyon örültek neki, de az iszlám szélsőségesek tele felrakták a videókat. Hát rengeteg videó van a social médián, a Facebookon, a TikTokon, hogy nem örülnek a pápának, merényletet akartak elkövetni ellene, tiltakoznak ellene, tüntetés volt ellene, tehát hogy nem nyugszanak a kedélyek. András, ezek az iszlám állam által szervezett merényletek, vagy valami más szervezet? Vállaltál már valaki ezeket? Vagy az iszlám állam az, aki mozgolódik megint? Az iszlám állam mozgolódik, ők inkább Szíriában vannak és Irak északi részén, ezen kívül vannak Irán által támogatott úgynevezett síta milíciák, ennek az a neve, hogy Hasd el-Shaabi, ők félig meddig már vállalták a felelősséget a merényletek után, de az is igaz, hogy azt ígérték, hogy abban a 3 napban, amíg a pápa itt lesz, addig béke lesz, és addig nem támadnak. Ez igaz is volt, abban 3 napban nem volt támadás, de a mai napon már, vagy a tegnapi napon már volt is robbantás. Szóval a síta milíciák, az iszlám állam nagyon kicsi területen él még, de működnek, és hát bizony most is folyamatosan vannak merényletek, folyamatosan vannak támadások. Hát amikor Moszulba mentünk, képzeljétek el, 15 checkpointon kellett átmenni. 15-ször állítottak meg, ellenőriztek minket, az autót, a papírokat, az útlevelet, az engedélyeket, szóval a badge-et, tehát hihetetlen biztonsági intézkedések, mesterlövészek minden ház, tehát én egész Moszulba kiárási tilalmat rendeltek el. Nem lehetett embert látni az utcán a pápai látogatás miatt, szóval, és ugye az van, hogy itt arról van szó, hogy helikopterre hozzák bármikor egy RPG-vel, egy bárhol indítható rakétával kilőhetik a pápát, szóval egy iszonyú kockázatos történet volt, rengeteg biztonsági ember, hát Bagdadban 5000, Erbilben, Moszulban 5000 embert, katonát, rendőrt, kommandós, szvatost rendeltek oda, hogy végig. Megdöbbentő volt látni, hogy milyen biztonsági intézkedések mennek, ez ugye a világ 3.-4. legjobban őrzött embere a pápa, a svájci gárdisták mellett rengeteg kommandós, páncélozott, Mercedes-tel hozták, szóval tényleg megdöbbentő volt. Tehát ennek több üzenete is van, hogy hol tart most itt a terrorizmus, hogy a keresztényeket támogatja a pápa, ez is hihetetlen, hogy mennyi erőt ad. De hát itt ez megdöbbenő, hogy 20-30 évvel ezelőtt 1 millió keresztényet, most meg alig 200 000,
vagy még kevesebb, szóval, hogy van miért, volt lelki indoka is, hogy ide látogatott a katolikus egyházfő. Hát igen, azért az érdekes, amit te is mondasz, igen, tehát az elmúlt 50 évben az Irakban lakó keresztények száma az meglehetősen lecsökkent, tehát a sok millióról a pár százezerre, ugye leginkább síta muszlimok lakják, ezért is érdekes, hogy a pápa oda ment ennek ellenére. És hogy azért milyen találkozásai voltak, azt is lehetett hallani, hogy találkozott annak a halott kurd kisfiúnak az apjával, akinek a holttestét ugye 2015-ben a migrációs válság csúcspontján partra sodorta a víz Törökországban, és bejárta a világ sajtót az a fotó, emlékeztek arra? Igen, döbbenetes. Igen. Döbbenetes volt, az iszonyatosan felkapták azt a fotót, a róla készült képet, hogy fekszik ott az a kisfiú, a felesége és mind a két gyereke. Válságnak. Így van, a migrációs válságnak egyfajta szimbóluma lett, és hogy a pápa találkozott az apával, aki a komplett családját elveszítette hát tulajdonképpen ebben a katasztrófában. Tehát, hogy közben azért ő tesz ilyen emberi gesztusokat is. Nagyon-nagyon sok emberi gesztus tesz. Ő ugye mindig felemelte a szavát amellett, hogy a menekülteket segíteni kell. És itt már igazából csak politikai különbségek vannak, hogy hol érdemes segíteni. Itt például a helyszínen, hogy ne induljanak el az emberek, vagy a menet közben, útközben segíteni, vagy azután, ha megérkeznek. Ezek politikai nézetkülönbségek. A lényeg az, hogy neki mindig is, hogy is mondjam, vesszőparipája volt, hogy az egyik szívügye volt a menekültek megsegítése. Hát itt ez valami hihetetlen, tehát a kurd területeken ebben az országban több mint 1,5 millió menekült van, és pont tegnap forgattunk az egyik menekültáborban, nem tudnak hazamenni. Tehát, hogy például a Hásdásábi, a sít, a szélsőségesek a mai napig támadják ezeket a falvakat, jazidi családokkal forgattunk, jazidi gyerekekkel forgattunk, és hát itt arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy volt az iszlám állam, és most már visszaköltöznek, hanem ez a traumák. Hát tegnap egy kislányjal készítettünk interjút, aki 17 évesen elrabolt az iszlám állam, és képzeljétek, hogy 6 éven keresztül napi rendszerességgel megerőszakolták. Hát erre meg, hogy ülsz le ilyen lánnyal beszélgetni, tehát most gondoljatok bele. És kiszabadították 3 évvel ezelőtt, és most egy ilyen gyerektáborban segíti a gyerekeket ilyen nevelőként, de hát nem volt egyszerű rávenni, hogy adjon interjút, meg nagyon nehéz belenézni a szemébe. És nagyon nehéz kérdezni tőle, hiába ez a foglalkozásom, gondoljatok bele, hogy micsoda erőszakot kellett hosszú éveken átélni, a szinte gyerekként belekerül egy ilyen történetbe. És ez itt minden percben, minden másodpercben rányomja a bélyegét az itteni életbe. Tehát itt vagyunk a kurd régióban, de ez jellemző Irakra, Szíriára, erre az egész régióra, ami itt történik. Szóval ilyen történetekben minden másodpercben belefutsz, és valahogy kezelni kell ezt a történetet. Én azért is vagyok itt, hogy erről beszámoljunk. Ugye volt egy csomó tudósítás, én azt gondolom, hogy erről is beszélni kell, és nem kerültük ki. Tehát a híradóban ugyanúgy lenyomtuk az itteni Covid helyzetről is a történetet. Képzeljétek el, találkoztam az itteni egészségügyi miniszterrel, nagyon jó fej. Tehát reggel láttam a tévében, hogy iratkozik, elindult az oltási kampány. Hogy mondjam meg, képzeljétek, milyen itt az oltás. Odajött az egészségügyi miniszter. András, lehet, hogy akkor visszahívunk egy rövid időre, mert ez egy baromi érdekes élethelyzet, hogy miközben itt lezárásokkal küzdünk és kijárási valót, meg látjuk a képeket, hát mindenki szabadon maszk nélkül rohangál. Két mondatra még visszahívnák a hírek után. Jó, gyorsan jövünk akkor mindjárt. Mesélj nekünk az ottani Mohamed Ceciliáról. Így van, hogy ezt hogy kezelik, mert hogy egészen más, ami Európában történik. Jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Novák Andrással beszélgettünk, az ATV riporterével, és baromi érdekes látni ezeket a képeket, hogy miközben Európa hemzseg a lezárásoktól, a gazdasági csődöktől, az éttermek és különböző gazdasági ágazatok becsődülésétől, közben Novák András úgy sétálgat Irakban. És erről beszélgettünk, hogy piacok, gyerekek, nyüzsgőterek, sehol senki maszk, és én értem, hogyha síta, szunita háborúk vannak, ha minden nap robbanthatnak, ha minden nap lőnek, ha veszélyben van az élet. Nyilván egy koronához is teljesen máshogy állsz, de hogy közben meg hol a vírus, hol a járvány, hol vannak a lezárások. De ugyanakkor ezek az emberek napi életveszélyben vannak. De hogy akkor nincs is, vagy autó, van, csak kórházban vannak, hát vagy kevesebb mondta, van. Vagy van. Egyszerűen, ha minden nap meghalhatsz, mert Irakban élsz, Bagdadban élsz, akkor egyszerűen nem is törődsz egy komolyabb náthával, mert azt gondolod, hogy közben túléltél számos háborút, Saddam Hussein, az iszlám más államot. Problémája. Rengeteg háborút, lövést, robbantást Bagdadban, Irakban, egész egyszerűen nem törődsz azzal, mert szabadon járkál
állnak, kelnek, felfoghatatlan képek egyébként. Meg megnézted a teaárust, ahol a komplet lakosság egy darab műanyag pohárból iszik, ott érted, olyan immunrendszer van, hogy a Covid az sehol senki maszk. Ugye a beszélgetésünk része mindjárt ezzel folytatódik, miközben megbeszéltük a pápa látogatását Irakban, aki hát elképesztő dolgot hajtott végre, elment Irakba, az ott élő már csak nagyon kevés keresztényhez találkozott, nagy vallási vezetőkkel, hihetetlen muszlim vezetőkkel, iraki őshonos vallások vezetőivel, szóval a keresztény csoportok, az a fantasztikus dolgot hajtott végre, elképesztő izgalmas ez az út. És ez egy nagyon bátor vállalkozás volt a részéről, mert így teljesen van. Egyértelműen céltáblává válhatott volna, ahogy András is elmondta, itt azért a kis túlzás, minden második családban van egy RPG, tehát hogy itt bármikor lelőhetik az ő helikopterét, bármilyen biztonsági intézkedések vannak, hogyha meg akarják ölni, akkor meg is tudják ölni. Ő nagyon bátor. Igen, láttam ugyanakkor meg a vallási vezetők azt mondták, örültek hogy neki. Örültek neki, hogy találkoztak három napig vele. Nincs lövöldözés, amíg itt így van a pápa. Igen, lehet, jó, hogy aztán kiadták. Hogy aztán egy családban meg valaki. Az oké, de hogy a többi vallási nagy muszlim vezetők mondták, hogy jön a pápa, rendben van, csöndben, mert ez most nekik is egy igen. fontos dolog, ilyen szír keresztény csoportokkal, örményekkel, arab keresztényekkel, nagyon sok mindenkivel találkozott. Az egész spirituálisan ennek egy nagyon komoly jelentősége van, szerintem egyébként, hogy ilyen fajta. Egy üzenet. Így van, így van. Na itt van velünk András, hello András újra, csak meg kellett szakítanunk, örülünk, hogy itt vagy. Hallasz rendesen? Sziasztok! Hello. Igen. Na, szóval, hogy az első részét megbeszéltük a pápai találkozás, ez nagyon izgalmas. Covid, azért muszáj erről beszélni, mert amit látunk, az egy teljesen más világ, mint amiben mi élünk. Hemzsegő piacok, maszk nélküli emberek, jövő menő irakiak Bagdadban és mindenhol máshol. Nincs vírus, nem törődnek vele, van, de nem érdekli őket, nem tartják számon. Vagy arról beszélgetünk, ahol minden nap lőnek, háborúznak, robbantanak, ott egész egyszer más a mentalitás, más a halállal való viszony, és egyszerűen nem foglalkoznak vele, és nem törődnek vele. Mi a helyzet? Te hogy tapasztalod ezt, vagy mit látsz? Igen, megmondom őszintén, hogy teljesen megdöbbentő volt. Az is megdöbbentő volt, hogy be tudtunk ülni vacsorázni egy étterembe, és tele volt az étterem, és jöttek a pincérek. És bár a pincéreken van maszk, ugye úgy eszel, hogy rajtad nincs maszk, tehát hogy ez egy teljesen természetes történet. Azért próbálnak szigorítani, tehát a hivatalosan kell maszk, de gyakorlatban tényleg mindenki az áll alatt. Sőt, nincs. Hát lássuk a felvételeket, nincs. Megmondom őszintén, hogy amikor kint voltunk a piacon, azt mondtam a Lacinak, hogy figyelj, fogjuk meg a Facebookot, és élőzünk rá egyet, mert ez hihetetlen, meg kell mutatni, hogy milyen az, amit mi már másfél éve nem tudunk, hogy tele van a piac, de nem, hogy 10 ember, hanem 10 000-vel vannak ott az emberek, és megmondom őszintén, tudod milyen egy közel-keleti piac, hogy megfogod a narancsot, tehát előtte még 500-al fogták meg ugyanazt a narancsot, és hát az igényes körülmények, ennek ellenére, ha bemész egy plázába, akkor képzeljétek el ilyen fertőtlenítő gépen kell átmenni, megmérik a lázadat, ha nincs maszkod, akkor ingyen adnak egy maszkot, tehát azért vannak ilyen intézkedések, de még egy érdekesség, ma reggel a magyar államtitkár az be, hiszen találkozott a miniszterelnök. Ebben a percben találkoztak, és képzeljétek el, hogy csak úgy találkozhatott vele, hogy kiküldtek egy egészségügyi szolgálatot a magyar konzulátusra, és a delegáció összes tagját leteszelték, és várták a gyors tesztet. És csak akkor találkozhattak a miniszterelnökkel, a magyar delegáció összes tagja, az összes tagja negatívat mutat. Tehát ez valami hihetetlen, hogy a vezetékre nagyon figyelnek, és közben itt van ugye a Covid-teszt, itt van a Covid elleni oltás, amely viszont óriási problémát jelent, mert nincs oltóanyag. Tehát itt értsük meg azt, hogy mekkora dolog az, hogy otthon van egy csomó oltóanyag, és az egész Kurdisztán, képzeljétek el, hogy összesen 5000 darabot kapott. Itt vagytok még? Abszolút, csak nem akarunk közbeszólni, mert nagyon csúszik, ha megszakítunk, akkor 3 másodperc szünet van. Mondjad, abszolút, nagyon érdekes, figyelünk. Összefutottam az egészségügyi miniszterrel, hát kértem egy interjút, és azonnal adott. És azt mondta, hogy gondoljatok bele, hogy a ti országotokban van több 100 000 oltóanyag, vagy 1 millió oltóanyag, feltétlenül tudta, hogy Magyarországon már majdnem 1 millió ember kapott, vagy annyi oltóanyag van. És azt mondja, nekünk az egész országban, mint egy 8 milliós Kurdisztán, 5000 oltóanyag, ami azt jelenti, hogy 2000 darab orvos, vagy ápoló tudni beoltani. És szinte könyörgött nekem, hogy mondjuk el a világban, hogy az ilyen harmadik világbeli országok, mint például Irak, nem jut oltóanyag. Tehát ők a sor legvégén vannak a Pfizernél, a
a Sinopharmnál, vagy az AstraZeneca-nál, tehát ők könyörögnek oltóanyagért, de nincsen. És akkor az ember ilyenkor értékeli, hogy ugye otthon megy a finnyáskodás, hogy orosz, amerikai, kínai, stb. Itt meg könyörögnek, gondoljatok bele, egy egész ország csak 5000 darab vakcinát kapott, és azért itt is van, tehát több mint 103 000 fertőzött, egész Irakban van majdnem 800 000 fertőzött, azért itt is vannak lélegeztetőgépen több százan, kritikus az állapot a 2000 embernek, szóval azért itt is van koronahelyzet, csak kezelni egymásképp tudják, más a mentalitás, mások az anyagi körülmények, mások a lehetőségei, meg hát az emberek abból élnek, hogy a piacon adnak vesznek, tehát a Közel-Kelet mégiscsak arról szól, hogy és veszel, tehát ugye nincsen harmadik út, ez az élet. Mondjuk, hogy az egyéni védekezés az hagy némi kívánni valót maga után. 10 percen nézzük a kis videóanyagodat, és 6 maszkos embert látunk, miközben egy tojón van. Nagyon más kultúra, gyerekek, nagyon más gondolkodás. Egyszerűen szerintem be sem tudnád zárni őket, vagy nem is tudnád nem. Azt mondani, hogy nem. Vége a piacnak. Tehát, hogy ez egyszerűen nem, szerintem nem is mennének be. Tök más, hogy szocializálódtak, tök más kultúra, tök más gondolkodás. Tehát ha piacot zárod, akkor az egész országot zárod be. Tehát itt arról szól Kurdisztán, hogy az Iránból érkező áru, a Törökországból érkező áru, mert az Irakból érkező árut kicserélik egymással. Most ha ez nincs, akkor nincsen semmi. Tehát itt az egész lét eleme a történetnek az, hogy emberek kommunikálnak. És ezen kívül a főtér is tele van. Tehát most kérdeztük, hogy itt ugye reggel 9 óra, illetve mindjárt 10 óra lesz, ugye 2 órával előrébb vagyunk, már most tele van a bazár. Tehát már most mondták, hogy menjünk oda, persze lehet baklavát enni, mindenki teázik, kávézik a főtéren. Ez egy teljesen normális élet történik, ahhoz képest, hogy azért itt is van COVID-helyzet, és bár az egészségügyi miniszter azban volt velem szemben, ennek ellenére azt mondom, szinte könyörgött, hogy a különböző európai idézőjelben gazdagabb országok segítsenek már nekik, mert nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak. Szerintem alig várják, hogy valaki egy kis vakcinát hozzon ide. Tehát itt is vannak, nincsenek telítve a kórházak, nincsenek telítve az intenzív osztályok, tehát valószínű ide még nem annyira, nincs az a nagy hullám, ami Európában van, de hát nagy valószínűség, ja is romlanak az adatok. Tehát egyértelműen azt mondták, hogy most az itti hetekben romlanak az adatok. Hát majd meglátjuk, én most már nem maradok sezáig, 2 nap is megyünk haza, de nekünk is PCR-test kellett, tehát úgy András, hagyd kérdezzek még valamit, hogy... Mi a helyzet az iszlám állammal? Kevesebbet hallunk, hál' Isten. Tehát ugye nyilván a Szíriának köszönhetően azért visszaszorították őket, majdnem, hogy felszámolták, a megsemmisülés szélére került az iszlám állam, ezt lehetett olvasni. Aztán elindult a Covid, mindenki ezzel foglalkozik, egy éve nem hallunk róluk semmit. Mit mondanak róluk Irakban, hogy visszavonultak, hogy erősödnek, hogy újra vannak kisebb sejtek, amik erőre kapnak majd, vagy végleg sikerült őket visszaszorítani, kiszorítani, egyáltalán pénzelik-e őket most? Veszélyben van Európa, ha mondjuk elmúlik újra a Covid-járvány, számíthatunk-e újabb merényletekre, mert azért most nagy a csönd, hál' Isten, de nyilván készülődnek, vagy nyilván nem szűntek meg teljesen. Tudsz erről valamit? Őszinte leszek, nem nagy a csönd, csak nem foglalkozunk vele, mert az iszlám állam merényletei már nem ütik meg azt az interküszöböt az európai, vagy mondjuk a nagy űrszolgáltatóknál, ami korábban megütötte, mert most a Covid hírek mindent lenyomnak. Tehát ugye sokkal-sokkal pontosabb mindenkinek a saját Covid helyzet, a saját élete, a saját pénze, de itt ugyanúgy van merényletek. Hivatalosan az Egyesült Államok és a nagy nemzetközi szervezetek azt mondták, hogy felszámolták az iszlám államot, gyakorlatban arra van szó, hogy nem, tehát a merényletek, mondom, itt a pápa látogatás előtt is 2 merénylet, de folyamatos gyilkosságok, van egy ilyen különleges applikáció, ahol a mindenkori másodpercet pontosan lehet látni a mindenkori merényleteket, a támadásokat, napi szinten tele van, Szíria, Irak, Kurdisztánnak ez a területe folyamatos támadások vannak, egyszerűen nem üti meg azt a inges küszöbet, hogy most ezzel tudjunk foglalkozni, ez olyan, mint hogy a pár évre visszagondoltak, hogy palesztinizeli kérdés, már mindenki azt mondta, hogy már újra nem érti, pedig ott is folyamatosan vannak támadások, belövések, drónos támadások, stb. Most mindenki ezzel foglalkozik, de itt a helyzet azért az nagyon kegyetlen, hogy az emberek az életükkel játszanak. Persze pontosan, mondom, tegnap volt egy menekültáborban, olyan interjú is készült, hogy a család most már itt él a menekültáborban 5 éve, vissza szeretne menni, és egy hét után visszajöttek, mert megfenyegették őket, pont az előbb említett Hajjal Shami, sét a milíciák, hogy már pedig jazidi vagytok, jazidi keresztények, ti húzzatok el innen, ez most már a mi területünk. Tehát, hogy ez egy napi szinten kulcskérdés az életben maradásért, kulcskérdés azért, hogy egyáltalán valami jövőt tudjanak építeni az emberek. Tehát teljes, őszintén mondom, hogy teljes a káosz, csak ugye akkor a világban a COVID-helyzet, illetve a saját gazdasági helyzetünk, gondoljatok bele a szállodaiparban, mindenkit, akik nagyon megütött a COVID-helyzet, sokkal fontosabb, ezért nem foglalkozunk.
ugye én sem voltam a Közel-Keleten másfél éve, nem tudtunk jönni, tehát egy speciális eset volt, hogy jött a pápa, egy speciális eset volt, hogy jött az államtitkár, tehát ez most összekapcsolódott 3-4 olyan dolog, hogy itt tudtunk maradni majdnem egy hét is, sőt többet, mint egy hetet, és el tudtunk menni Iraknak a kritikus részére, itt tudunk menni Erbibe, el tudtunk menni vidékre, és megint azt látjuk, hogy az égvilágon semmit nem javult a helyzet. Az égvilágon semmit nem javult. Hát tegnap volt egy utazásunk vidékre, 10 rendőr, 10 vatos kísért minket, és átkörbe is vettek minket. Hát ez valószínűleg nem is fog olyan szinten megosztott, igen. Hogy ez valószínűleg nem is fog. Az sosem mondják azt, ugye, hogy tehát az arab tavaszból ők profitáltak a legkevesebbet, azok szívják a legnagyobbat, akik az arab tavaszban utcán voltak, és most megelüldözték, vagy levészároltak őket. Tehát Irakra mondják, hogy a legkevésbé tudott ebből a úgynevezett arab tavaszból, hát hogy is mondjam, profitálni, legalábbis azok, akik hát az utcán voltak, és a szabadságukért tüntettek, ugye még Hussein megdöntése előtt. Annás, nagyon szépen köszönjük, azért köszönjük. Ez nagyon izgalmas volt, jó volt egy kicsit nekünk külpolitikával foglalkozni, meg ugyan érintettük a Covid helyzetet, de kicsit bepillantottuk. Hogy azért a világ számos helyén azért nyilván van Covid is, de közben zajlik az élet, piacoznak, jönnek, mennek, és hát a pápa látogatása meg fantasztikus. Tehát egy jó, kiló hogy... datóját hozzá már, ha hozzá tudtunk róla beszélni. Jó, mert látom, veszünk, hogy ott van. Veszünk jó áron. Datója legyen, vagy baklava? Megígérem, hogy odaadom és elküldöm. Melyik legyen? Baklava! Hozzá baklavát! Itt a körúton bemész, 6 étterembe veszel, de hozzál, megesszük. Köszi András, vigyázz magadra, megnézzük majd akkor az ATV. Nagyon köszi, hogy beszámoltál. Ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Novák Andrásnak, az ATV riporterének köszönjük szépen. Jaj, de más világ gyerekek. Tessék? Én nagyon bírom őket, nagyon szeretem. Már nem ezt az egész sztorit, amiben most vannak, hanem az ő életüket, ahogy másképp élik, mint mi. Igen. Nem szorongják túl, igen, azért ezt a dolgot, biztos, de hát ha naponta mész úgy piacra, hogy lehet, hogy fölrobbansz, valószínűleg, hogy egy vagy komolyabb tüdőgyulladástól nem toltolod össze magad, nem. Mert egész egyszerűen így szocializálod, ebben nőttél bele, teljesen más gondolkodás, nem is fogjuk igazából érteni. Meg hát a lezárások sem úgy működnek, valószínűleg nem is tudod megtenni, valószínűleg nem is hallgatnának rá, tehát nagyon más kultúra, de nagyon izgalmas volt ezt hallgatni. Főleg úgy, hogy hol volt a pápa, ugye, milyen jelentőség van az ő utazásának Irakban, és hogy jön hozzánk is gyerekek. Hát azért ezek azért ez egy nagyon nagy dolog. Nem? Vagy egy ilyen, amiről beszéltünk, egy ilyen szintű vallási vezető jön hozzánk szeptemberben, ha minden igaz. Álljatok le a klímacsavargatással, kérem szépen most mindenki. Már kicsit így, jó? Picit, az a baj, megint nem vettem föl pólót, de kezd egy kicsit meleg lenni, gyerekek. Valaki feltekerte 36-ra, akik szeretnek szépen bennünket. Nagyon kedves tőletek, de igen. Nem kell -10-re, csak egy 22. Hűtsétek vissza, legyetek szívesek a rádió egy Daikin oldalán, mert hogy most ez nem szórakoztató, ez a 36 fok, zenékkel, hanganyagokkal fogunk benneteket kínozni egészen addig, amíg nem tekeritek vissza legalább 22 fokra. És nem pítókot kaptok. Nem pítókot kaptok, sokkal durvábbat kaptok. Jó? Úgyhogy tessék kicsit ráállni. Lehet, aki többször akar nyomni, többször nyomhat, 5 perc kell, hogy elteljen a nyomások között. Mm-hmm. Jó? Ha valakinek nem engedi, az azért van, mert már nyomott, 5 percet várjál, és akkor lehet újra nyomkodni. Mm-hmm. A nap végén egy split klímát adunk ajándékban. Több nyomás, több esély. Több nyomás, több esély, viszont ne szórakozzatok a 36 fokkal, mert nem szórakoztatok. Ne, jó? Nem vicces, egyetlen készíts be a tipikus sztereót. Leadom. Megkapjátok. 8 utána. Ez a bosszú, hogy föltekerték 36-ra? Na, akkor most megkapjátok. Egy boldog ember lesz. Ákos. Úgy se játsza senki ezt a dalát semmelyik rádióban. Ezzel annó én szétkínosszalak benneteket. Jó, ezt most megkapjátok. Ez a bosszú. Mert feltekertétek 36 fokra. Ahogy visszáll, 22-re megáll a dal. Nem nyithatunk ajtót, ablakot, semmit? Szenvedünk? Hát, meddig kell ezt tűrni egyébként? Igen, pontosan ez már a játék. Létiszárnyatok meg. Létiszárnyatok meg, és tekerjétek vissza azt a rohadt hőmérőt. Valaki szavazzon a -8 fokra, hogy menjen egy kicsit lejjebb, jó? Az, hogy nem tudok vetkőzni se. Feri, te ma már pólóba jöttél, ügyes vagy. Készültem, nagy kabát kikészítve, ha véletlenül lemegy -10-re, dob le. Én megint úgy jöttem, hogy egy hosszú ujjúba, de nincs alatta semmi. De anyja, nem jut eszembe, hogy a román szivatnak minket. Na, mutasd meg, mutasd meg a főnixet. A főnix madaramat, a melkasomon, a szőrömet. Az csak a fészke. Az csak a fészke, igen, 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 igen. Sose felejtsd, mindig azt mondom, ha meglátjátok a felső testemet, érted, te döntesz mindig arról, izomlázad lesz másnap, vagy bűntudatod. Ó, aha. Aradok a bűntudat. És nekem minden a bűntudatom van. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 4 percre pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egy.
egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 12 percet. Tekergetitek a hőmérőt, szórakozgattok itt, felnyomjátok a hírek alatt 36 fokra. Folyik rólunk a víz, Feri pólóba, én hosszújba, Jani meg itt izé pólóba, gatyába. Szórakozgattok? Szórakozgattok. Igen, mi is tudunk bosszút állni. Messze. Ákossal büntetünk benneteket. Ákos egyik kevésbé ismert, ám általunk nagyját tett számával, amit a klasszom még nagyon sokszor nyomtam, de igen, a tipikus Stereo című Ákos dal. Én szeretem ezt a dalt. Ne felejtsétek el, van még Ákos ott, ahonnan ez jött. Nézzen, szórakozgatok, itt tekergetitek, felnyomjátok, jó pofáskodtok, szavazgattok, nyerni akartok. Azt hiszitek, nektek mindent lehet. Nyomogassátok, csak nyugodtan. De a mikrofon nálunk van, mi is tudunk bosszút állni. Nehogy aztán jöjjön még egy bezár már a gyár Mr. Victor. Bizony, megkapjátok. Vigyázz, mert van, aki szeretné. Tényleg, találjuk meg jó. A lehető legbüntetőbb zenét, és ha most véletlen mínuszba tolják, vagy 8 fokig leviszik, akkor 8:30-kor adjuk le a legpusztítóbbat, ami a teljesen vállalhatatlan. Tehát ilyen fási zsülike szintre menjünk le, akkor találjuk meg a leges legalját. Jó, tehát akkor Hotel Silver lesz, értitek? Hotel Silver, fási zsüli, megkapjátok, ha nem szálltok le a hőmérő jóhajszálláról, megkapjátok. Van egy rossz hírem. Megvan. Elkezdtek bosszút állni. De majd van egy rossz hírem. A 38 nem 12-re. Én két oldalú tüdőgyulladással fekszem ott holnap, mint nemecsek gyerekek. Van egy rossz hírem. Letöltöttük az első Zambó Árpi lemezt. Igen, megvan minden. Van ám itt kadlott, karcsi, 3+2, minden tudunk szórakozni. Így tudunk bosszút állni. Jó, ha zsülikét akarjátok, megkapjátok. Megkapjátok. Vigyétek 20 fokra vagy 22-re. Legyetek rendesek, nem lehet. Mert baj lesz. Nem lehet. Itt van egy frissen oltott gyerekek. Itt van. Itt van egy csimpánz adenovírussal beoltott ember. És a csimpánzok fáznak a hidegben. De így van. Én már csak van. Azt látom, hogy... Tropusokhoz vagyok szokva. Érte, mint a gibbon itt a lámpákon közlekedik, érted? Én úgy megy ki a konyhába, hogy vakarja a fejét. Holnap közben. Már cipőt se hozott, minek? Úgy sér le a lába. Meg azzal is kapaszkodsz szípőben. Van, kapta az AstraZeneca-t, érte. Csimpánz adenovírus dolgozik a kis testében, hogy megkapja, vagy kitermelje az antitesteket. Hogy meglegyen az ellenanyag, a szérum. Ti leteszitek ezt a szervezetet? Ti meg leviszitek már 13 fokra. 11 fok! Álljatok le! Na jó, oké. Szórakoztatok. Jó. Na jó, akkor most nyitogassátok a pofát. Készíts be a Mr. Ricket, készíts be fási zsülikét, Uchlin Benedeket. Mi a legpusztítóbb? Ére, a rágógumidal. Vagy mi az, Zsófika? Zsófika. Én azt is leadom. Bármit leadok. Mi a magyar zeneipar legvállalhatatlanabb száma? A legalja. Mi a legalja? Pén. A szex vajon mi? Jó, az a baj, hogy jó emlékek jutnak róla eszedbe, mert fiatal voltál, tehát hogy az egy jó emlék a szex vajon mi? Oké, mert mit akarsz te vírus, az igen, az egy nagyon pusztító, de hogy aztán sokszor lehet, hogy jó. Az a baj, magunknak is vártunk. Igen, az a baj, hogy az a még már megszoktuk. Mika Szeperi Menó, hát nem, már olyan nagy. Az egy jó dal. Jó, tudom mi lesz, most eszembe jutott, nagyon jó. Már figyeld, be is rakom. Csak ízelítésképpen. Ezt fogjátok megkapni, ha szórakoztok. Jó, mutatom, csak be kell rakjam. Tessék, figyeljen. Jó, itt van. De ezt leadom hírek után. 10 fokon vagyunk, csak mondom. Nem állnak le. Gennyedékek. Figyeljen. Ezt fogjátok megkapni. Emlékeztek? Egész héten ez se rossz azért. Jó. Túl jó. Ez nekik túl jó. Júli hangulatot hoz, nem jó? Igen, mi van Dorinával, gyerekek? Jön a szombat, jön az este. Ezt már mindenütt elének, mert nincs több hakmi. Veled bulizok majd, ó, bulizok majd. Egyébként basszus, jó az a... Ez egy feldolgozás, egy nyúlás, de hogy jó az a... Keres egy pápót. Buli, 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 jön a buli, buli szombat este. Jön a szombat este. Dehogy jön, drága Dorina, dehogy jön. Otthon maradunk. Otthon maradunk és rettegünk. Ez van, buli. Mikor jött már buli? Na jó. Megtaláljuk mi a legdurvábbat, ez sem elég. Nekem most ez sem elég durva. Csak mondom, 9 fokra tekerték le, ami nekünk nem jelent azonnali hűlést, tehát hogy mi csak látjuk, hogy mibe megyünk bele. Tehát látjuk, hogy mibe megyünk bele, ez nem jelent jót. Nem jelent jót. Na, oké. Figyelj, ha aki velünk van, az küldjön pusztítót, jó? És szétkínozzuk őket.
Olvastátok, biztos olvastátok, eljutott mindenkihez, hogy hogyan próbálják a magyar futballistákat rávenni arra, illetve a futballista feleségeket, hogy jól teljesítsenek, leginkább a Kisvárda sportigazgatója? Hát nagyon nagyot ment ez a történet. A jól teljesítés, ez mit jelent? Hát azért, hogy kipihente menjen a férfi ember a mérkőzésre, ezért otthon az asszonynak dolga van. Leültette a kisvárdai focisták feleségeit, és elbeszélgetett asszony Pajtikkal, hogy mit ne csináltassanak a férjeikkel. Gyerekek, eddig is nagyon tetszett a focistának lenni, mert hogy csetlesz, botlasz, suta vagy, milliókat keresel, de hogy ezek után, érted, leültette a feleségeket. Hát milyen nyugati kultúra, micsoda nyugati szemlélet. Úgynevezett eligazítás volt. Uh-huh. Eligazítás. Behívta a feleségeket, és elmondta nekik, hogy mit csináljanak és mit ne csináljanak. Mindjárt ezt ő személyesen elmondja, mert felhívjuk rögtön Révész Attilát, a Kisvárda FC szakmai igazgatóját. Kérdés, hogy mikor volt ez a beszélgetés, javult-e azóta a csapat teljesítménye? Egyáltalán mi vezetett odáig, hogy ő leültesse a feleségeket? Mennyire profi? Hát nyugaton egy focista feleség tudja, hogy itt a menedzsernek kell lenni. Aludjon, az edzésre koncentráljon, a meccseken topformában legyen, ha kell, szexmegvonás legyen, ne legyen előző este nagy vircsap, ne legyen semmi. Ennek szellemében ültette le, én gondolom, a focista feleségeket, hogy Kisvárda az most jobban álljon. Hol áll a Kisvárda, Jani? NB1, NB2? A Kisvárda igazából nem teljesít rosszul, tehát nem értem, hogy mik ezek a... Hát, hogy még jobbak legyenek. A legutóbbi mérkőzésén a Kispest Honvédet elverte 1-0. Kérem szépen, hatott a beszélgetés a kisvárdai feleségekkel. Figyelj, most középmezőny, azt mondja, hogy 7. helyen áll jelenleg. Igen. Azt mondta egyébként, hogy jó az idő, szeretné, ha egyébként ne nagyon sétálgassanak, ne keljenek föl este, most csak összefoglalva, hagyják aludni a gyerekeket, ne legyenek egy szobában a gyerekkel, ne kelljen felkelni a gyerekhez. Ne vigye le a kutyát. Ne vigye a kutyát sétálni, hagyják aludni. És egész egyszerűen vállaljanak mindent. A feleségek, hogy a férfi, a kisvárdai focista elit klub tagja 100%-ot teljesítsen a pályán. Hát ez tökéletesen megértem. A kutyasétáltatás közben meghúzhatod a lovaglóizmodat? Hát nem, hát éjszaka föl kell pisilni a kutya, a focista olyankor aludjon. És neki 8 órakor folyamatos alvás kell, ugye? Mély alvási periódussal. Ebben meg nem fér bele a kutya? Te is tudod nagyon jó, hogy az edzés munkának egy jelentős kiegészítő része a regeneráció, a pihenés. Nem mehet másnap csatába. Na mindjárt megkérdezzük, még nem kérdezzük meg Révész Attilát. Vajon mit szóltak a feleségek? Azért behívnak így, és elmondják, hogy azért így jó lenne az uraddal, akkor nem aludnál együtt, nem szexelnétek kis túlzással, ne keljen föl a gyereket, ne sétáltassam, ugye ne végezze házi munkát, hagyd focizni, és tegyél alá mindent. Hát ki az, hogy vonogatták a szemöldöküket a focista feleségek, bár jó dolguk van, mert az uraik egyébként milliókat keresnek, és hozzák haza. Vonogatták a tetovált szemöldökeiket, és tekergették az arany Brightling órájukat, igen. Szóval, hogy mit szóltak ehhez? Hát ezt mindjárt megkérdezzük. Itt van velünk Révész Attila. Hello Attila, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Jó reggel. Hát már a hangodban ott van a fegyelem. Már a hangodban ott van a munkamorál. Hát most reggel azért egy kicsit lazább. Na mit szóltak? Mit szóltak a feleségek? Ha neked szabad. Ha neked szabad, a persze. Behívattad őket, elmentél hozzájuk, családlátogatás volt. Hogy történt az elbeszélgetés? A stadion mellé jöttek ki, van itt hátul nekünk egy olyan terület, ahol szabadon el tudunk bújni a kíváncsi tekintetek elől. Tulajdonképpen ez egy családos megbeszélés volt. Ott voltak a gyerekek, ott voltak a férjek, nyilván betartva a járványügyi szabályokat. Ennek elsősorban csapat pszichológiai hatása van, ez egy alkalmazott módszer, ezt alkalmazzák nyugaton nagyon sok helyen. Sok sportpszichológiai könyvben is megjelenik. Ennek tulajdonképpen a szociális összetartása, illetve a feladat összetartó ereje az, ami meg kell, hogy jelenjen. Éreztettem kellett a feleségekkel, a játékosokkal is, hogy most sokkal komolyabb helyzetről van szó, mint volt a korábbiakban, nyilván a sikertelenség miatt, de ugyanakkor meg kellett tartani a vicces hangulatot is, amely egyértelműen ugye a témából fakad. Mik voltak a főpontok, Attila? Segíts egy kicsit. Mit adtál ukázba, vagy utasításba, vagy mire kérted a focista feleséget, mit csináljanak, vagy mit ne csináltassanak az urukkal? Először is azt kérdeztem meg tőlük, hogy gondolják a tevékenységüket, hogy mindenben megfelelően járnak el azzal kapcsolatban, hogy a barátjuk, a férjük a legjobb teljesítményt nyújthassa. Ugye azért itt az elmúlt időszakban azért azt látjuk, hogy a legtöbben a búvár jellegét fogták meg ennek a dolognak, de ennek szigorúan szakmai
jelentősége van, mivel az alvás az roppant fontos a regeneráció, illetve a kognitív képességeknek a... De nem hagyták a feleségek, barátnők aludni őket, vagy kérted őket, hogy gyerekek, 8 órattól férjet, barátot béké hagyunk, nem kell föl, nem gyerekezik. Ez a legfontosabb. Azért ezek a barátnők, ezek a lányok, azt tudjuk mindannyian, hogy nem az átlag magyar állampolgárhoz hasonlóan dolgoznak. Ők otthon vannak, a férjük mellett vigyáznak, ez a feladatuk. Teljesen más életmódjuk van. És azt kértem, hogy a bioritmusokat a férjéknek, barátjaiknak ne zavarják be, mert az a megzavarás az borzasztó teljesítményromláshoz vezetett. Tehát eltereli a figyelmet az edzés munkáról és a pihenésről az, hogy állandóan csipog a telefonjuk, hogy a bank megint írta egy kisebb összeget. Volt némi vásárlás. Ez most nem csipogott nekik, mert a prémiumot nem nagyon tudtam adni nekik. Lehet, hogy ez volt a probléma. Az anyád jó Isten, itt megint nem csippant. Elmondtad nekik, hogy gyerekek, nincs felkelés például a gyerekhez, az anyu dolga, hagyjuk a férjed, barátot aludni. Így van, a kisgyerekeknél pontosan ezt emeltem ki, hogy ha lehetőség van rá, más szobába tudnak pihenni, akkor tegyék azt meg, hagyják a gyereket másra, majd a nappali időszakban, illetve az esti időszakban, amikor a pihenő fázis van, akkor töltsék együtt az időt, de a legfontosabb a regenerálási időszak, a jó alvásod legyen meg a gyerekeknél. Mit szóltak? Húzták a szájukat? Volt válvonogatás? Betartják azóta? Mit lát? Hát nyilván nem fogadták azért ezt könnyen, amikor kiadtad, hogy mi a nő dolga, mi a férfi dolga otthon. Ez érdekes, ugyanis a meccs után az öltözőben az volt az első mondata a fiúknak, hogy most, a jövő héten újra szeretnénk találkozni. Mert jobb dolguk lett otthon. Igen. A szexet is kiadtad, hogy a meccs előtt nincsen szex? Nincs együttlét, nincs a hajnalig fennmaradás? Nem, hát azért nyilván ez, hát a hajnalig fennmaradás az természetes, az nem lehet. Ugye ezt azért nagyon sok csapasportákban, vagy egyéni sportolóknál is alkalmazzák. Hát hogy nem a megvonását, hanem a megfelelő időbe történő alkalmazását hangsúlyozzák itt ki. Komoly bajnokságban, vagy komoly meccseken, vagy akár világbajnokságon, Európa bajnokságon konkrétan elválasztják a feleségeket, és nagy tétmeccsek előtt nem is találkoznak. Tehát olyan nincs, hogy a csapat nem együtt van mondjuk este egy nagy EB vagy VB meccs előtt, hanem a feleségükkel van, még nem is találkozhatnak. Tehát nem tiltottad, csak megszabtad, hogy mondjuk 5-től 4-6-ig mindenkinek találkozhatnak. Étkezési vonal is van, hogy semmi pacal, pörkölt lányok. Ezt is igen, megbeszéltük, ráadásul sajnos most a vírus helyzet megnehezíti, de azért egy olyan szokás is van nálunk, hogy az adott nemzetnek a kultúrájából választunk ételt, és azt a háziaknak, akik onnan jöttek, meg kell csinálni, és a csapatnak ezt minősíteni kell. Úgyhogy természetesen az étel is nagyon fontos, ugye már brazilokkal kezdtem volna, de ők azonnal jelezték, hogy az ő ételük az nem igazán a sportolónak való. Úgyhogy... Nagyon bátor, azért ez nagyon bátor, egy ilyen túltolt piszis világban így a nőket berakni a tűzhely és a gyerek mögé, miközben, hogy a férfiakat hagyjátok aludni, hát ezért nyilván téged keresztre feszítenek. Én értem ennek a mondandóját, de hát közben azért ez egy nagyon bátor vállalás, tehát azért ez egy meglehetősen hímsóviniszta hozzáállás. Ugyanakkor nyilván a sportban ez sok szempontból érthető, hogy egy profitorientált vagy egy profi hozzáállás az ezt követeli. Hogy mi a baj a kutyasétáltatással? Állítólag az is volt, hogy ne sétáltassanak kutyát. Elesnek, megbotlanak? Látva egy-két magyar focistát, akár egy kutyasétáltatással is megbotolhat a saját lábában. Agaruk van, és ez túl gyors neki? Kimerülnek esetleg egy szigetkör után? Igen, hát itt nagyobb körök vannak, mint ott a sziget. Nagyobb mezőkön járhatnak. De nem is ez volt ennek az üzenete, hanem talán az, hogy egy kicsit komolyabban kell venni, és azt a nagy happy endet, amely körülvette őket a mindennapokban, azt talán el kell egy kicsit engedni, és a fegyelmezettséget kell előtérbe helyezni, de mondom, még egyszer ennek inkább pszichológiai hatása volt. És én úgy gondolom, hogy a cél a legfontosabb, azt elértem vele, kizökkentettem abból a komfortzónájukból, amiben éppen részt vettek, talán most a feleségük is megérti. Jó, javult a csapat? Igen, azóta milyen eredményekkel büszkélkedünk, hogy állunk? Ez az alvatlanság, illetve a nem megfelelő felkészülés, ez mérhető és észrevehető. Ezt mi is észrevettük, mind a technikai romlás, mind a fizikai romlás tekintetében jelentős teljesítménycsökkenést értek el. Hát akkor a magyar focisták 40 éve éjszakáznak. Kis túlzással, nem? Az a rohadt kutyasétáltatás. Ez tette tönkre a magyar focit 86 óta, a kutyasétáltatás és a gyerekhez való felkelés. Még egy oldal a mexikói aktába. A tészta mellé. Igen, és a magaslati levegő. Na de azóta Kisvárda, mit tudom én, Honvéd, Kisvárda, Ért, Kisvárda. Kisvárda, Honvéd, hát ott nyertünk.
Így van, a honvédelme sikerült áll Istennek. Idegenben. Az utolsó percben. Hoppá. Ami mutatja. És sőt, hát olyan teljesítmény nyújtottak a fizikai mutatókra mondtam, amely ebben az évben még nem volt egyetlen egyszer sem felmérhető. Na. Végig kilométerre a legtöbbet mentünk, így mutatták a szándékukat a srácok, illetve gyorsan is futottunk. Hogy valaki elsőre lefutott az 5 kilométert egybe, vagy mi volt, hogy gyorsultam? Nem, ketteni lépcső helyett a liccel mentek fel az emelet. Felgyorsultak, azt láttad? Attila, nagyon hogy... gyorsultak, igen, nagyon nagy törögtek, igen. Azt a minden. Hát itt vannak miért távok, ugye az összteljesítményre gondolok, a csapat összfutására 124 kilométer volt, ami azért nem szokványos Magyarországon. Illetve 2 kilométert futottunk a 25-ös sprint zónába, 25 fölöttibe. Ezek a inkább szakmai számok. Nyilván nekünk nagyon fontosak, ez mutatta az ő hozzáállásukat, akaratukat. Meg hát nyilván nagyobb távot tettek meg, hiszen gyalog küldtett föl őket Pestre a Honvéd ellen. Bemelegítő. Na, mi lesz holnap a Zalaegerszeg ellen? Ó, nyerünk? Nyerünk, hogy állunk? Kérdés az, hogy az alegertegi feleségünk barátnék, hogy amit a kértek a lányok valamit cserébe, hogy a sima Q7 helyett SQ7 legyen, esetleg egy sima 6-os helyett egy RS6-os, tehát hogy volt valamiféle kompenzálás a lányoknál, vagy valamiféle ellenoldal, hogy akkor ők kérnek valamit tőled, vagy a férjeiktől, hogy vállaljuk, de... Premizálás. Igen. Nem, hát az imént említett probléma szerintem az felütötte a fejét a háztartásukba is, hogy éjszaka nem csiringel a telefon SMS-e, ugye a bank nem küldi a pénzt. Úgy de szépen fogalmazom. Még 2 kilométer, és megvan még 2 talenka. Valószínű, hogy átállították a gondolkodásukat a lányok. Nagyon helyes, nagyon helyes. Hát azért... Teljesen normális. Hát persze, hát fussanak, hát dolgozzanak, ez a feladatunk. Dolgozni kell a pénzért. Nagyon helyes. Hát azt nekünk nincs bajunk a magyar futball addig, amíg látjuk, hogy meg akarnak halni a pályán. Hát láttuk már azért sok ilyen nemzetközi meccset. Ha küzdenek, ha szellem van, akkor azért az kapjunk ki, csak az kapjunk ki harciasan becsülettel, nem legyen valamiféle. Az már akkor kezelhető. Igen. Elfogadható, így van. Attila, hát ez egy bátor kijelentés online, meg műsorban, meg mindenhol, de értem az emögött meghúzódó sportpszichológiát. Ennek örülök. Már egy szakmai igazgatótól ezt az... a sporthoz. Tessék? Közelítettek akkor a sport irányába, ti is ennek örülök. Abszolút, megpróbálunk profilozzálni, igen. Meg hát egy futballigazgató szájából az, hogy sportpszichológia az elmúlt 20 évben már felülés szinte, úgyhogy... Igen. Pár éve még kis edukáltak mondani. Tényleg, abszolút. Tehát, hogy ennek nagyon örülünk, hogy te ezt ilyen nagyon szakmai oldalról közelíted. Ehhez gratulálunk. Tényleg, én értem ennek a mondani valóját. Ha valaki kiforgatja, vagy rosszat lát bele, az... Ez profilozzálás. Nem érti, nem érti. Akkor hajrá kisvárna! Hajrá kisvárna! Így van, csak a kis Pest már elhagyunk, hogy Lőrinci vagyok. Vagy 10-2 holnap földobunk akkor a csapatra a Zete ellen. Otthon játszátok, vagy idegenben? Igen, 15 óra holnap. De otthon vagy idegenben? Igen, Kisvárában, úgyhogy most az Alegerszegnek lesz egy hossz útja, mert azt kell tőlem haza. Hoppá. Aztán ne úgy járjatok, mint a megye 2-es csapatok, hogy ugye biztonsági őr Szerkóba viszitek be a szurkolókat. Nincs meg. Így vitték a szurkolókat, persze, hogy legyen. Nincs meg a sztori. Kell egy kicsit. Attila, örülünk, hogy beszéltünk, hajrá, drukkolunk. Kíváncsi, hogy követni fogjuk a Kisvárd eredményeit. Nagy jó? Nagy köszönjük szépen. Jó munkát nektek. Ciao, ciao. Köszönjük szépen Révész Attilának, a Kisvárd szakmai igazgatójának. Hát, helyén való. Helyén való. Korrekt szabályok. Így van. Meg az eredmények igazolnak. Igen. Na, jövünk mindjárt, pontosan 8:30. Büntessetek, olyan dalt kaptok. Most 23 fok, nekem jó így, pólóban. Ez felszólt, hogy felfele megy, tehát ez megint elnyom, elkezdik nyomni felfele. Na jó, akkor jöjjön a bünti. Jöjjön a bünti. Rá. Szórakoztok, tekergetitek a klímát, játszadoztok velünk. Fölfelé, lefelé. Jó pofáskodtok. Aranyoskodunk, azt hiszik, igen, hogy ez vicces. Ez a bosszunk. Titanic, Celine Dion. And in night, in my dreams, I see you, I feel you. That is how and I you go on. Far across the distance.
you open the door and you're here in my heart and my heart will go on and it. Ja, volt a szignál. Itt, ez. Legyen elég? Abba hagyjátok? Na, abba hagyjátok? Elviszed onnan a kezedet? Én nem annyira rossz. De egy picit sem az. Nem annyira rossz, csak mondom hatásos, hogy egyébként elkezdett emelkedni a hőmérséklet. Tehát, hogy segítünk, vagy már csökkenni, vagy nem tudom, mi történik. Hogy megfagy a hangulat. Várjál, most a 35-re elindultunk lefele. Tudunk még ilyet adni? Tudunk még, jó? Tehát ő itt van. Honcsú. Fú, nagyon jó. Ő egyébként Varga Irén. Így. Hát köszönjük meg neki, a művésznőt. Nagyon durva. Nagyon durva. 1000 forintért fényképezkedik, Irénke. Tényleg? Igen. Így van, most ismered, akkor 1000-est kérél. Te azt zseniális. Várj, mert oda mész hozzá a piacon, vagy igen. Valahol, és azt mondja, hogy maga az Irénke, az igen. Akkor ez 1000-es lesz? Aha. Hát ezt elkezdem én is csinálni. Hát ez nagyon menő. Pláne, hogyha veszel még tőle egy kis hősugárzó, vagy egy gumipapucsot. Mit csinál Varga Irénke? Tudjuk, hogy ő egyébként milyen foglalkozik? Hát a Celine Dionnak, hiszen ezt a dalt utána feldolgozta a Celine Dion, és mekkora sláger lett. Nézzük az esemeket, ezért megfagytok. Egyétek meg, amit főztetek. Eddig nem tekergettem, de most megyek és szavazok. Megfagytok, rohadékok. Úristen, szerelmes lettem a hangjába. Jézusom, küldje nekem. Hallgassokat. Jó, gyerekek, eddig sajnáltalak benneteket. Elkezdtem nagyon durván szavazni. Én azt hittem, nem veszitek komolyan ezt a játékot, de ez nagyon szórakoztató, úgyhogy én is szavazni fogok. Fagyjatok meg, megérdemlitek. Mondjuk igazuk van, többen írják, hogy mi ki tudjuk kapcsolni Irénkét, de ti nem a klímát. Az a baj, hogy az most, mi a gond? Az összes hangot eltalálta. Nem volt annyira rossz. Én még így sem tudnám elénekelni. Aha. Oké, az angolal van nemi probléma. De, igen, de te nem is erőlteted, ő meg igen. Tehát ezt hallottam már sokkal rosszabbul is elénekelni. Ezután magam elé veszem a laptopot, és végig szavazni fogok. Nem érdekel, hogy nyerek vagy nem, de megfagytok, ez biztos. Oké, nyertetek, nem szavazok többet, ti nyertetek. Nagyon jól szórakoztam, 40 fokot kaptok ezért. Azt hiszem 38 a max talán, nem? Igen. Tehát vagy oda tudunk felmenni, ami nekünk egy idő után éri el a nagyon meleget itt a stúdióban. 38-at nyilván nem, csak be tudtok fűteni nagyon keményen. Mi az, mit találtál? Varga Irén igazi remény sugár azoknak, akik azt hitték, nem túl jó az angoljuk. Jó, ide nagy. Na jól van, gyerekek, lehet még szavazni. Jó, rádió1.hu per Daikin játékunk van. Hideget, meleget tudtok nekünk itt csinálni. Mi nem csalunk egyébként, nem csalunk. Csak mondom, hogy jobbra bekészítve kabát. Sanka, hoztatok sapkát. Tehát mi felkészültünk minden. Sapka, kesztyűt is, kötött kesztyűt. Ki hozta a kötött kesztyűket? Hát, beszégen belüli. Nagyon rendesek, itt összedobták nekünk a kollégák. Hát, akkor cseréld el. Az igazi moher fonál, öcsém. Az konkrétan. Ez eredeti műszál. Az eredeti moher, úgyhogy az valaki a két kezével szőtte neked, mint a kis pókocska. Hát mondjuk az rád vár. Ha ezt akartad mondani, ugye? Ez mi, ez ilyen nyakmelegítő? Ez egy nyakmelegítő. Igen, vagy nagyon kitágult muff. Már nem úgy értve. Igen, orosz kézmelegítő, amire te gondolsz. Természetesen. Na jó, hallottátok, hogy milyen fontos kutatással állapították meg, hogy az emlősök meddig pisilnek? Hát mi az, aha, hogy nem csak hogy hallottuk, mi le is próbáltuk tegnap Lacival, mert ugye Laci, a mi szerkesztőnk nyitott az ilyen fajta összemérésre, úgyhogy mi egyszerre mentünk el tegnap pisilni. Picit zavarta, hogy külön fülkében mentetek, hát de. Hát Istenem, jó, mindent az én se adhatok meg annak a drága fiúnak. Én csináltam egy egyéni tesztet is előtte, és akkor igen, utána... Mielőtt leúsztad volna a drágod. Mondjuk el, hogy miről szól a hír, ugye, hogy ki megnézték, hogy többet pisile akár egy kicsi emlős, vagy egy nagy emlős, vagy az elefánt, vagy ami a sokkal kisebb. És rájöttek, hogy teljesen mindegy. 3 kilogrammtól fölfelé minden emlős állat nagyjából ugyanannyi ideig pisil. Ez milyen érdekes. Tehát itt az időn van a hangsúly, nem a mennyiség. Na, hát már nagyobb csőből több jön. Így van, nem tud ugyanannyi, mondjuk egy elefánt, meg mondjuk egy gazella, meg mondjuk egy kutya, vagy egy macska, ami szintén emlős. Tehát nem a mennyiség volt a lényeg, mert ugye az nem tud egyezni, hanem az időintervallum. És rájöttek arra, hogy 3 kilós állat fölött már szinte teljesen mindegy, hogy mi történik, mert hogy mindenki nagyjából 28 másodpercig
Tud pisilni. Nagyon jó. Azt illetik, hogy első alása meglepő, hogy ugyanannyi ideig tart kiüríteni egy 18 literes hólyagot az elefántnak, mint egy 5 milliliter űrtartalmat a macskának. Pontosan ez a helyzet, mindkét állat, minden, ami méretben köztük van, átlagos, nem is 28, 21 másodperc alatt végzett a dolgával, plusz-minusz néhány másodperc. Ez milyen érdekes, nem? Nagyon érdekes. Hát ugye, mert ugye tényleg azt gondol az ember, hogy elefánt, akkor nyilván sokkal több ideig tart, de itt igazából csak a mennyiség az, ami meghatározó. Nekem az egyik kedvenc, hát nem mondom azt, hogy kedvenc látványom, vagy kedvenc szórakozásom, de minden esetre meghatározó élményem. Volt még a régi békeidőkben, amikor mondjuk a Mátyás templom előtt láttam a pisilő paráda és kocsisokat, lovakat. Igen. Amikor azért nem annyira örült neki a gazdi, hogyha ott nekiállt a díszburkolaton. Tudjátok, mi a magyarázat? Mire jöttek rá, hogy mi hát a magyarázat? Gondolom, hogy az átmérő, nem? Az átmérő, illetve maga a gravitációs nyomás, hogy minden állathoz, magához képest ugyanakkor a gravitációs nyomás nehezedik a hólyagra. Tehát egy elefántnak óriási, de ahhoz viszont nagyobb a testtömegindex is. Míg egy macskának például, vagy mit tudom én, egy nagyobb farkaskutyának, vagy farkasnak, magához képest szintén ugyanannyi méretarányosan a gravitációs nyomás. Én azt vettem észre, hogy nálunk otthon változó a gravitációnak az erőssége, mert egy kicsit abba hagyom, utána megint. Hát ez már hát. Utána megint, csak az a baj, hogy közben felhúztam a nadrágom. Igen, és ezt mindezt a Blaha Lujzatéren veszed észre, mikor fel akarsz állni a metropótlóra. 21 másodperc, bocsánat, nem is 28, 21 másodperc. Ez a pontos 21. arány. 21. De ez hogy van? Várjál, hát ez nem attól függ, hogy mennyi folyadékot itt áll. Szerintem de. De várjál, viszont... Gondolom ez egy átlag. Ez egy átlag, átlag, igen. Tehát, ha normálisan iszol, akkor van a 21. Ha túliszod magad, akkor nyilván több. Na, mondok egy, akkor nézzük meg. 3-4-10-ig senki nem megy el pisilni. Jó. Én ma még nem voltam. Hát rohantam reggel, az egy 40 másodperc lesz. De hogy nézzük meg, hogy körülbelül mennyi. Mennyi jött ki nektek, Lacival? Amikor más én egyedül voltam, akkor 21 másodperc. 21 kereken. Kereken 21. Így. Ne csináld. Még jöttem ki, és mondtam a Lacinak, hogy én meg vagyok 21, mondta, hogy jó, akkor teszt, és 2 óra múlva voltunk közösen pisilni, akkor 28, de tök érdekes, hogy mind a kettőnknek egyszerre kezdtük, egyszerre végeztük. Akkor valószínűleg tényleg az átlag számít, hogy mondjuk elmész egy nap ötször. Feri kicsit korábban hagyta abba, mert észrevette, hogy az elválasztó falon fölülről Laci néz le. Mondjuk az úgy. Úgy azért beléd is beléd fagyna. És az miért van, mondjátok meg nekem, hogy amikor nagyon kell pisilni, mondjuk egy hosszú úton, mész a határfél autópályában, és hát tényleg nagyon-nagyon kell. Elkezdesz pisilni, alig jön. Hát nem, hogy nem indul el. Nem indul el. Nem akar elindulni. De miért ez a nőknél is így van? Nem, mert addig visszatartottad, és valószínűleg akkor még hat a dolog, tehát hogy te pszichésen arra treníroztad magad, hogy még nem pisiletek, még nem értünk oda. És amikor hirtelen odaérsz, akkor még ez a blokk, ez a gát, ez a pszichés blokkolás, ez még működik. Valószínűleg itt nem az van, hogy amikor a kádból le akarod engedni a vizet, és a lefolyó cső rengeteg víz akar letüremkedni, akkor sem nő a nyomás, tehát hogy nagyon sok van a hólyagodban, de annak nyomnia kéne a súlyával az átmérő állandó, az ott hiába nagyobb a nyomás, egy kicsit lehet, hogy gyorsabban jön, de olyan nagyon nem tud. Ez a nőknél is így van egyébként? Hogy amikor nagyon kell, tényleg egy fél napja nem pisiltél, vagy nagyon hosszú utat tettél, vagy volt egy 3 órás színházi előadás, és odaállsz férfiként, és nem jön. És nem vagy zúgópatak, hát egy elhalt csermely, nem? Vagy egy ilyen, tehát nem is tudom, hogy mi valójában. Náluk másképp megy, ők egyrészt sokkal tovább tudják visszatartani. Nagyobb a hólyagjuk? Én nem tudom, nem igaz, mert a Juli is lemérte, ő 15 másodperc. Igen. Tehát ő gyorsabb volt. Kísért a WC. De miért érzünk? Ők visszatartani 100%-ot jobban visszatudják tartani, mint mi. És, szerintem nem, egy nő az idegbajt kap, ha pisilnie kell. Nem tudom. Nem. De megőrül. Kicsit már pisilnek, és azon a WC-t keres. Egy pali az el van simán. Én ugye vagyok egy színházi előadásán, én nem stresszelek rá. Máról megérkezik, a nő elmegy pisilni. Mindig ketten mennek, minden megdumálnak, és mindig azonnal pisilni akar. De már az úton ráparázik, hogy tud-e pisilni. Tehát ők nem tartják. Szerintem ők azonnal szabadulnak a csomagtól. Mi sokkal nagyobb hordozók vagyunk szerintem, meg nekünk ez nem olyan központi kérdés. Tehát a nő az azonnal pisilni. Nem vetted észre? Bárhova mész, pisil. Hát az igaz, kiérsz egy rettére, pisil. Megérkezel a határa, pisil, beülsz a kocsiba, velette, pisil. Igen, elviszi egy benzinkútra, ő elmegy pisilni. Mi sokkal jobban szenvedünk, hogyha már nagyon kell, és nem tudunk elmenni. Valószínűleg ők többször kicsit, mi lassabban vagyunk, vagy lassabban csináljuk, és ezért viszont akkor nagyobb adagokat, nem? Mi 21, így jön ki a 21. percük 15. Igen. És a sörözöl, akkor jobban jön? Nagyon sokáig kell tartani, viszont ha egyszer elindult, ott nincs megállás. Igen, az nagyon jó tesz a vesének a sör, hogy az átmossa a homokot, igen, meg mindent. Most nyilván nem napi 5 liter, mert akkor alkoholista vagy, de hogy az nagyon... Sok fontos tápanyag is van benne.
Tényleg. De tényleg, igen, tényleg. A legjobb izotóniás ital, azt szokták mondani, nyilván az alkoholt leszámítva. Ezt Magyarországon sokan használják, csak sport nélkül. Igen. Hát okay, akkor még úton van az a sport felé. Az egész az izotóniás részét már nyomják. Konkrétan az egész országnak maratont kéne futni, ha megnézzük a magyar sörfogyasztását. Itt konkrétan a Monteveresztre kéne naponta három magyar családnak feljutnia. Megfordították a sorrendet. Ők a sörrel kezdenek. Tök érdekes, hogy van valaki, aki ezt kutatja, és erre rámen neki 10 éve. Uh-huh. A látámasztja dokumentumokkal, hosszú tartó kísérletekkel, dokumentációkkal, igen, és 10 év után ő ezt publikálja. Videókkal. És áll egy nyilvános vészében a csávó stopperrel a kezében. Igen. És jön be valaki nyugodtan, is ilyen szerintem van testcsoport, van kutatás, vannak, igen, igen, a majmoknál megnézik, nálunk megnézik, elefántnál, zsiráfnál, tehát a csávó, aki ezt megírta, vagy aki ezt kitalálta, ez lehet, hogy az elmúlt 15 évét ennek szentelte, hogy megnézze, hogy az emlősök ugyanannyi ideig pisilnek-e. Hát mit, uh-huh, micsoda életút, nem? Anyu, mit csinál a bácsi? Igen, miért is oldal, igen. És is stopper eláll egy rinocérosz mellett, a képen pisil. Küldi őt valaki ezen irányba, hogy ezt, te Joshua, mi a helyzet? Ez még sose vizsgálta senki, és szánjál már rá egy 10-12 évet így a doktori disszertációid után, hogy ott írjál már erről egy tudományos kutatást. Jó, de azt kutatni kell 10 évig. Hát akkor kutasd, Joshua, kutasd. És Joshua és erre van pályázat, amivel lóvét szerez rá, mert ezt valamivel finanszírozod a 10 évedet, hogy kiutazol Afrikába, mérsz rinocéros kicsit. Na, de ez hozzá... a rész, ez például jó, de hogyha azt mondják, hogy nem kell Afrikába menni, csak ide ellátogass, légy szíves az állatkert mellé. De nem kutathatnám mégis inkább az árpátházi királyok DNS-ét? Nem, tájj csak oda szépen a rinocéros mellé, és miért, hogy meddig húgyozik, jó? Oké, de most elolvassuk ezt az infót, megbeszéltük. Egy csávó ernek szentett körülbelül 10 évet. Uh-huh. Ez nem megy le rövid, ez senki ne gondolja, ez egy 2 hónapos kutatás, tehát az nem jön ki. Hozzátett ő valamit valójában a világ működéséhez ezzel, vagy valójában egy teljesen fölösleges dolgot csinál 10 éven keresztül, és úgy fog meghalni, hogy egyszer beszéltünk erről a dologról, soha többet senki nem beszél egy világ megjelenésünkről. Hány olyan ember hal meg, akiről soha nem beszéltünk. De hogy van értelme ezt kutatni? De van értelme kutatni? Nincs. Hát így ránézésre nincs. Vagy a világ ettől megy előre, hogy ilyen pici infokat hozzáteszünk, hogy most már ezt is tudjuk, hogy mindegy, hogy elefánt vagy husky kutya, nagyjából ugyanennyi ideig pisil. Az állati rekordok Guinness Book külön kiadásba, vagy kötetbe be fog kerülni. A világ legtöbbet pisilő, igen, emlős állata. Nem, lekutatta. Tessék, de oda jó a tudományos része, hogy azt mondod, hogy mondjuk Budapest egyik főterén nyilvános WC-t fogok csinálni. Megnézem, hogy mekkora az átmenő forgalom a téren, azt elosztom 21 másodperccel, és akkor tudom, hogy hány nyilvános WC-t kell betennem, mert az adott idő alatt, tehát a 21 másodperces pisilési idő egy ember, akkor tudni fogom, hogy egy perc alatt 3 ember pisil. Érted, hogy hány WC kell? Na? Tehát akkor van értelme ezeket kutatni. Igen, ez a válasz. Ha nagyon akarjuk, akkor van. Sok értelmetlennek tűnő kutatásból jutott el oda, meg egy-két nagy felfedezésből, hogy most, mit tudom én, Galilei által, hogy ugye nem földcentrikusak, hanem heliocentrikus világképünk kell, hogy legyen. Voltak a nagy koponyák, meg voltak a kicsik, akik hozzátették az emlősöket. Ennyi. 10 éved ráment erre. És még mindig jobban járta, hogy a hallgató írja, mintha étterme lenne. Köszi. Na, így van, ne felejtsük el, hogy egy még sokkal szarabul lehet járni, hiszen itt ül közöttünk egy éttermes, aki minden nap talicskával tízi a bezárt éttermébe a pénzt. Ahhoz képest érte, nyaralgatott, pisit mért. Hát azt gondolom, elment egy kicsit. Jött, utazgatott. Jó. Elment a Krüger Nemzeti Parkba, elment na. Szenegába, elment a Cávóba, elment a Serengetibe, érted? És nem agyalt a bérleti díjon, mint te. Igen, és most nézzük meg az észak-amerikai grizzly pisilését. És már oda is elutazott. És van egy hátizsákos csávó valahol a Yellowstone Nemzeti Parkba üldözött egy grizzlyt, majd elment tényleg a Krügerbe, Dél-Afrikába, majd elutazott Mozambikba. Tehát, hogy valószínűleg egy heffán dolog, pénzelte az egyetem, hozott erről egy tanulmányt, egy publicisztikát, és 10 évig sokkal izgalmasabb élete volt, mint mi, akik kicsit lesajnáljuk, hogy érted, de lehet, hogy a világot bejárta. És elment Ázsiába, elment, bejárta Indonéziát, Borneót, megvizsgálta ott is az emlős, és a komodói varán. Még nem emlős, de tényleg se baj. De pisi. Ezért lettél éttermes. Látod, hogy hülye vagy. Hát ezért van neked éttermes. Hát olyan hülye vagy, azt sem tudod, hogy szabad. Hogy ez bármilyen. Milyen. Ezért vagy tojányos. Ezért csak megfőzöd őket. Ez csak megzabálod, látod. Hát nem tudom. Igen, szóval milyen érdekes, hogy te lesajnálod őt.
hogy ezt kutatta 10 év, és közben lehet, hogy az egyik legboldogabb csámú, aki nem egy laboratóriuma, egy petri csészébe bámul mondjuk szart, ugye nem, mert hogy na, hát most na. Van ilyen is, aki a kakit elemzi német laboratóriumban. Amit kiküldtél. A kakidat, az 40 évig kakit elemez. Jobb az? A világ minden tájáról jönnek kis pipettára kent kakidarabok. Hát látja, most... hogy Vardon János, igen. Hungary, és kielemzi, hogy a bifidus eszenziszed el van tolódva, na. A nem tudom, savas irányba, érted? Hát jobb szart bámulni egészen, hát inkább kutatom. Ehhez képest a szavannán sétálsz. És nem létezik, hogy nem jut az eszébe, amikor például a mintát produkáltam. Biztos vagyok benne, hogy eszébe jut. Szerintem nem tesz mögé arcot. Mit? Csak ezt nagyon sokat gondoltam, hogy régen volt a kölyál, ahova te bevitted a kakidat, ugye? Hogy ők tesznek-e mögé arcot, de szerintem... Csöbör számra volt. Hát, na, aki átveszi. Hát azt tudom, hát Samsonite bőrödbe hordtad be a szartot. A Danubiusnál volt egyébként. Oda kellett bevinned, oda. Persze, tudom. Oda. Na, de amikor beviszed, ott van mellé arc, aki átveszi. Igen. Már aki vizsgálja, de valaki átveszi, de szerintem egy másik csávó vizsgálja egy masz mögött. Na most ahhoz képest, érted, hát akkor inkább kutatom az emlősök pisiét, nem? Sokkal jobb. Hát sokkal jobb. Tudta? És ráadásul ne felejtsük el, hogy 5 perc alatt le tudja a napi melót, vagy 6 perc alatt, érted? Most 10 perc alatt lemér 5 állatot, és bármit meglát, bármilyen emlős már. Gnú már van, nincs, már mérjük is. És egyébként tudod, mi a durva? Hogy szerintem igen, nincs egy másik kutatócsoport, aki ellenőrzi, hogy igaza van. 10 évig kutatott egyet, hogy most beírja, hogy 26, azt is elhiszed. Semmi értelme. Még sincs, érted? 10 év, és azt mondom, hogy 28. Nagyon jó. Ki fogja ezt leellenőrizni, és 10 évig lekutatni, hogy igaza van-e? 8-kor neki, az 8:30-kor már fájront. 10 évig utazgatott, utána leoszt, hogy 21. Szerintem 23. Nem tudom bebizonyítani, mert nem tudok 10 évig utazni. A legjobb meló. A legjobb meló. Na jó, van, jövünk mindjárt a hírek után, 9 óra van pontosan. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fölöltöztünk. Hello! Sziasztok! Hogy nézel ki? Nem teljesen rendeltetés szerint. Igen, elfogytak az usánkán. És ráadásul van valami sapka rajtam, vagy usánka, és arra vettem a fülest, úgyhogy nem is feltétlenül jól hallok. Majd jelölünk. Gyerekek, 8 fok felé tartunk. Történelmi pillanat. Találtál magadnak egy sapkát. Hát bele kellett erőltetnem, itt lesz egy csík majd a homlokom közepén. Ez 10 órakor kiderül, egy véres csík van a homlokom közepén. Úgyhogy... Kicsi volt a sapka. Igen, kiderül, hogy kicsi volt a sapka. Velünk nem szúrtak ki, gyerekek. Mennyi? Nem szúrtak ki. Mennyi? 9 fok? Hát most 9 fok. Még lejjebb, vigyed öcsém! Azt hiszem 8 a max, amire le tudják szavazni. Úgyhogy nyomkodják, büntetnek bennünket. Rádió1.hu per Daikin oldalon lehet ugye szavazni. Egy split klímát nyer mindenki, aki ki akar velünk szúrni, és melegre vagy hidegre szavaz. Most 8 fok irányába tartunk, nekünk kell pár perc, míg elérjük, de hoztunk kabátot, usankát, Jani kesztyűben, úgyhogy ne, hát hiába, hát mindenünk hiába van. Hiába izmoztok. Mint egy martinász, úgy értene egy öntödében. Figyelj, az egy nagyon szép kesztyű egyébként. Menő. Ne, jó. Az nagyon, nagyon nagy, nagy neked, menő. Mondjuk igen, kicsit igen, nagy. Nehogy jöjjön vele. Mondom, aztán... nagy neked, nagy. Nehogy aztán, nagy, aztán lenyűje. De jól nézünk így a live usankába, figyelj, így se ültünk még. Nagyon jó. Csak elmondom, egyébként rám jön a klíma. Tehát te a fejed fölött elmegy. Az a cút, az pont az arcomban nyomja. Igen, mert egy darabig olyanra volt állítva, tudod, hogy mozgatja ezt a lamelláját, de én azt kikapcsoltam, és csak rajtad van. Tényleg most nem mozog. Úgy járok, mint nemecsek, majd álltok az ágyam mellett. A nagy könyvvel. Beírtok nagy, csupa nagybetűvel, Weiss, Kolnai, érted? Tényleg a Boka, ott álltok majd, Ács Feri, igen, a pásztorok. Igen, csak van egy jelentős különbség kettőtök közt, hogy te legalább nem Susan halsz meg. Ne pedig igazad van. Jó volt. Jaj, és most olvastuk ki a gyerekek. Komolyan megsírattam a végén. Na, ugye, hogy jó, olyan szép, neked, olyan szépen olyan van megírva. És emlékeztem, hogy ez ilyen szépen van megírva, hogy elmennek tőle elköszönni, meg hogy tudassák vele, hogy átírták nagybetűvel, de már meghalak is, nemecsek. Olyan jó, szép. Jó, mielőtt folytatod, vedd fel a herremelegítődet. Az mindig van rajtam. Hát fülmelegítő nem lehet, mert akkor ez egy csecsemő. Ez egy gyerekfül. Igen? Aha, gyerekfej, gyerekfül. Rájkirúriába. Ez az Rocky, mutass valamit. Balból. Fölvettem egy kesztyűt is, gyerekek. Fuss föl a lépcsőn, fuss föl. Most mit adjunk le nekik, hogy visszanyomják a hívmát? Én nem akarok így ülni 10-ig. Mm-hmm. Tehát akkor egyszerűen nincs több játék, nem nyer senki. Büntetni akarjuk őket? Ha most nem viszitek feljebb a hőmérsékletet, nem kezdtek el arra szavazni, igen, serényen kis kezeitekkel, akkor... Akkor valami jön Lofty Baggy-től. Igen. Kihúzod a gyufát, vigyázz vele.
Jó, gyerekek, gyerekek. Na jó, én változatlanul a 38 fokot tolom, izzadjatok. Küldte nekünk egy egyedül, hát, egyedül maradtál. Egyedül, na, egyedül viszont ment föl. Hoppá, 9 fok, 9-en vagyunk. Is 9 fok. Puhák vagytok, kutyák vagytok, hát azt csináljátok, amit mondunk. Hát, annyira puhák vagytok, azonnal megsajnáltok. Ennyit kell csak mondani, nincs nyeremény. Ha ennyi. Nincs 22 fok, nincs nyeremény. És saját kabi? Aha. Ki nagyon menő. Hát persze. Nagyon néz ki. Hideg volt, -4 te volt. Te nem szaragulít a szöcsém. Hát, ez még megmaradt, ezt még nem kellett eladni. Vidéki vagy, hát ez ott a keménytelek velencén. Úgyis. Hát, farkasok ott kiabálnak a hidegbe, érzed, ropog a hó a lábunk alatt. Na, tegnap már ugye elkezdtük megbeszélni ezt a hírt, csak nem értük el Kóbor Jánost, mert hogy ugye hát megint lenyúlták az ő dalukat, és tegnap ezen már félig meddig mosolyogtunk, hogy mi a fene történik az Omegával, hogy ezeknek a Gyöngyhajú Lány című dalát, amit ugye egyébként a Presser szerzett, mindig lenyúlják. Igen. És megnéztük ezt a reklámot, egy nagyon jó hangulatú, nagyon vidám kis reklám egyébként. Ez egy pozitív. Ez egy ausztrál bank, ami most éppen megint lenyúlta a Gyöngyhajú Lányt, úgyhogy már nem igen, tudjuk, hogy a sok pénzé. Pionztól nyúltak, Kánya Vesztől nyúltak, ők tudták, hogy az Omegától nyúlják, egyetem miért lopják el? Tudják, hogy kitől származik a dal, mert már annyira lenyúlt. És azt gondolod, hogy ha most tényleg valami albán piacon látod ezt egy kazettán, oké, de hogy egy ausztrál bank azért megkeresi a jogtulajdonost, megkeresi a dalszerzőt, fölhívja a Presszert, vagy az Omegából valakit, és azt mondja, gyerekek, átutalok egy szabad szemmel látható összeget, használnánk a dalt. Hát lehet, hogy ők megkerestek bennünket, csak ugye nagyon messze vagyunk. Igen. Azt mondták, úgyse fog ez csak kiderülni. Csak nem vette fel a telefonját, igen. Figyelj, mutatom még egyszer a reklámot, hát ha valaki nem hallotta. Azért legyünk rá büszkék. Hát én ezt nagyon szeretem, ezt a számot. I started a new job. Ugye arról szól, hogy mennyi mindent meg tudsz te valósítani a saját álmaiddal, és ehhez kell a bank, autót veszel, focizol, elutazol, örökbe fogadsz egy kutyát, megcsinálod a családi bizniszt. Igen, elkapsz egy 18 éves tájkislányt. Igen, összetöröd a telefonodat, veszel egy újat, megveszed életed első lakását. És itt van. Egyébként jó, jó a hangulata. Zseniális szám. I say goodbye to my best friend. I say goodbye to my best friend. Szóval milyen szép egyébként ez a reklám. Tehát az élet nagy pillanatait örökíti meg, miközben igen. Hallod alatta az Omega Gyöngyhajú Lány című dalát. És nem úgy, lehetett hogy... volna jobb zenét választani. Nem, egyébként jó. Azt gondolom, hogy annyira szép ez a vonós rész, úgy viszi az összes igen. Képet magával. És maga a reklám nagyon szép. De pofátlanok azért akkor is. Adjanak érte lecsót. Adjanak érte lecsót. Írják ki a végén, vagy említsenek meg, vagy legalábbis kérjenek elnézést, legalább hívják fel a Csányit, mint bank a bank között érted. És mondják azt, hogy üzenje meg a Presszernek, meg a Kóbornak, hogy szkúzi, hogy nagyon köszönjük, hogy megkapatjátok, mert nem tudtok eljönni az országba, ugyanis lockdown van, úgyhogy ide be nem teszitek a lábatokat, mi nem fizetünk. Nem, ez egy csúnya dolog, és már nem először nyúlják le tőlük ezt a dalt. Hát hány helyre vitték már egyébként az Omega Gyöngyhajú Lány című dalát, mert nem tudjuk számolni. Ennyi derült ki? Ki tudja, igen. Kínában nem jutunk be. Na mindjárt megkérdezzük Kóbor János, hogy mit csinál ilyenkor? Mondjuk a zenekar vezetője, megbeszél, van egy komplett, hogy is mondjam, támadási technika, Presser picivel. Irigyeljük pici bácsit. Kikapja meg a gubát. Itt van velünk Kóbor János. Hello János, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy felkeltél értünk és nyilatkozott. Ti tudtatok erről benneteket a bank megkeresett, vagy szóltak, hogy megint lenyúlták a dalt? Nem, hát természetesen mindig mi tudjuk meg utoljára. Általában éppen aktuális országból szoktak rajongók jelentkezni. Ezt én tegnap előtt hallottam, hogy van. Megmondom őszintén, nekem mindig az egy olyan jó érzés. Tudod, hogy ez egy olyan visszaigazolás. Hát akkor valamit mégis pár jól csináltunk. De hát a Gyöngyhajú Lánynál már, hadd mondjam, ez már egy nagyon megszokott dolog. Sőt, hát aki jobban ismeri az Omega történetét, csak tudod, hát a régi rendszerben, a szocba a valuta meg deviza szót kiejteni se szabadott. Tehát akkor nekünk nagyon kellett trükközni. Isten igazában én azt hiszem a magyar közvéleménye a Scorpionszal való együttműködés kapcsán, tehát amikor a Vajda volt, előzetesen kérték, hogy megcsinálhassák a Gyöngyhajú Lányból, 94-ben a Népstadion koncert után, ott vált ez nyilvánossá. De meg, hogy mondjam őszintén, nekünk ez már megszokott, néha azt szoktam mondani, hogy
mi az már megint eltelt egy hónap. Igen, már megint lenyújt a menedzsment. Ilyenkor a dalszerző a pici ír egy e-mailt, vagy a menedzsmentetek? Nyilván megkeresitek azért ezt az ausztrál bankot. Egyrészt, hogy miért csinálták, kettő, hogy akkor perrel vagy peren kívül, de egyezzetek meg. Ilyenkor ez kiindítja el a menedzsment, vagy ki csinálja? Nézd, a Gyöngyhajulánynál, mivel hogy annyi eset volt már, ott már egy szépen kialakult dolog van. És az a csodálatos, hogy itt tulajdonképpen nem csak szerző, mert az egy dolog, ha valaki fel akarja használni a számot, saját nyelven megcsinálni, akkor kell autorizációs engedély, hogy megváltoztatja a szöveget, mindent, új felvétel kész. De nálunk a Gyöngyhajú lány esetében nagyon sokszor az eredeti felvételt használják, mint itt is. Na most itt három egyforma nagyságrendű dolog találkozik, egyrészt a felvétel tulajdonjoga, kettő az előadó művészek joga és a szerzők joga. Most ezt mi, amikor a Kanye West sztori volt, mert az volt az első ilyen, amikor nagyon nyilvánosan, és gyakorlatilag a Newslave-be majdnem 2 percig megy a szám, amire ő ráénekelt. Hát ott a Hungaroton-t víztuk meg, mint a felvétel jogtulajdonosa, és ők jártak. Ők jártak el. De akkor peren kívül meg is egyeztetek, nem Kanye West-tel? Tehát akkor volt egy megegyezés. Balázs, az itt az érdekes, hogy ezek mind baromi nagy stílű, tehát nem Pitianer tolvajok, hanem például ott volt a Midnighties film. Hát az egy hatalmas amerikai nagyköltségű és nagy sikerű film volt, ahol a közepén, amikor ott skateboardoznak, a srácok veszekednek, vihognak minden, 2 percig ugyanúgy az eredeti ment. Na most erre ezt a mechanikát alkalmazzuk, hogy ilyenkor a Hungaroton keresi meg, és a hármunk, tehát felvételtulajdonos előadók és szerzők, mi abban állapodtunk meg, hogy ez 3 egyenlő. Uh-huh. Ez egy szabad szem, most nyilván nem az összeg konkrétan, ez egy szabad szemmel látható összeg, amit Kanye West ilyenkor átutalt, tehát pici a levegőbe csapott, hogy megjött és hívott, hogy megvagyunk. Vagy ez egy komoly összeg, vagy ez ilyenkor pár ezer euró vagy dollár? Nem kell hozzá semmilyen nagyító eszköz, különösen nem elektromikroszkóp, úgyhogy hál' Istennek jól látható a dolog. Én nem azt mondom, tehát bennünk magyarokban mindig van egy olyan, hát merjünk túl nagyot mondani? Tehát amikor a Kanye West esetében, persze, hogy a Klaus Mennyével meg a Rudival rögtön beszéltem, aztán a Brian May-el is, mert hát a... Hát törbecsörögted a haverokat kicsit. Tudott mondani, hogy mondjatok egy jól nagy számot. Hát mi mondtunk egy nagyot, mire kiderült, hogy ez a Kardashian-éknál nem a nagy szám. Hát igen, nem a bevételeiket. Soha nem láttak ilyen összeget. Igen. Ilyen kevés. Akkor ez dollár 10 000-ek, vagy hát, euró 100 000-ek körülbelül? Azt lehet tudni, amennyi ti kértetek, ugye az 2,5 millió dollár volt. Igen, hát az már viccelődés volt, mert amikor meghallottuk, hogy nem, a végeredmény ott 100 000 dollár volt, és azt osztottuk el. 100 000 dollár, tehát az mondjuk, most gyengébb a dollár, az mondjuk 30 millió forint, tehát körülbelül ez. Aha. Évente 10-szer lenyúlják. Hát az vigyék ezt a dalt, nem és, rossz és ez. És nincs olyan benned, például, amikor meghallott, hogy megint lenyúlták itt a dalotokat, hogy akkor rahadt életben, miért nem nyúlják már az ezüst esőt? Vagy a nyári éjek azt mondják, tehát nem hiszem, hogy mindig ugyanazt. Tehát... Padigay angol verziója, az egy angol nagy filmsorozatnak volt a címzenéje. Tehát minden sorozattal van indult. Ilyenkor nem szoktátok megkérdezni, hogy miért nem kérdezik meg előre? Igen. Tehát miért lopják el? Felgyorsult a világ. Tehát az internet, például azt már többször elmondtam, hogy a Kanye West-et megtudtam utólag, hogy jutott, mert tudod, hát egy egész más műfaj, egy ilyen szakrális rapper, nem tudom minek nevezzem, hát meg a felesége se az a tipikus mi izénk, hogy került el hozzá. Aztán kiderült, hogy pofon egyszerű volt, a Kanye West az amerikai turnéja egyik állomásánál, Chicagóba, egy lengyel étteremben hallott a háttérbe a hangszóróba. És oda hívta a lengyel főpincért, hogy ez mi ez, ami most megy. A lengyel pincér jó felháborodott, miért nem tudja, oh my god. És onnan előkeresztik valahogy. És meg azt mondta, oh my god, 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 oh my god. És már le is nyúlta azonnal. Ő neki megtetszett, és azon nyom, de amikor megtaláltuk, megkerestük őket, egyértelmű volt, hogy várták már. Aha, tehát hogy...
Fel voltak erre készülve, ha kiderül, fizetünk, ha nem derül ki, akkor meg van egy jó refrénünk, vagy van egy jó. Ilyen? Mondom, minden. És amit akartam mondani, hogy tudod, szokták mondani, hogy a rablóból lesz a legjobb pandúr. Például a Szovjetunió nekünk sok, talán 10-100 milliót eladott lemezt, de soha egy árva fillért nem kaptunk. Hát igen, náluk nehezebb panasztani. Sok mindent nem kapunk vissza. Engedélyt, az oroszok. Tehát most egy olyan pár hónapja volt az, hogy jött egy nagyfilm készítéséhez, hogy két omega számot szeretnének a nagyfilmbe, a játékfilmbe beletenni, a Nyári Lélek asszonyát meg a Gamma-Polis, és előzetesen kértek engedélyt az orosz. Most az egész zenekarnak felajánlották a Sputnik védőoltást. Igen. Lehet, mondtam, hogy nekem más talán. Na jó, van, hát ez egy érdekes történet, kíváncsian várjuk akkor a fejleményeket. Hmm. Azért egy bank azt gondolná az ember, hogy ennél elegánsabb, vagy hogy nagy vonalú, vagy tehát, hogy meg kijárják azokat a formai utokat, vagy bürokratikus utokat, amit kikám, és egy zenész, egy amerikai zenész azt mondja, laza, oké, nem érdekli. De egy ausztrál bank azt hinnéd, hogy azért ennek jobban utána jár. Jó, hát mondjatok egy szabad szemmel nagyon nagy jól látható összeget. Tanulva az előzőből, hát egy bankról van szó. De vigyázzatok, ez egy bank. Az apró betűset is olvassátok, lehet, hogy még ti fizettek. Különben visszaégrajtjátok a bankrablást. János, nagyon köszi, hogy beszéltünk, örültünk, jó egészséget, vigyázzatok magatokra. Köszönöm nektek is, és sziasztok! Köszönjük szépen Kóbor Jánosnak! Ciao, ciao, hello, hello! Ugye jó arc? Nagyon jó. Hihetetlen. Figyelj, és ilyen zenéket írt. És hogy így bemondja az összeget? Ez ritka, hogy bemondta, hogy gyerekek 100 000 dollárba maradtunk. Mert azt úgy emlékszem, hogy 2,5 kértek. 2,5 milliót? Aztán, igen, hogy ez volt az első bekérés. Hát mondták a srácok ugye a Scorpionsból, hogy kérjetek nagyot. Igen. Hát ez azért elég nagy. Mondjuk, hogy valakinek nem túl jó a tárgyalás technikája. Hogy leengedték 100 000. Jó, 100 000. Jó. Ez az. Én azért arra visszaküldöm, oké, akkor 1 millió. Bolicsá, bolicsá. 2,5 millió 100 000, akkor visszaküldöm az 1 millió, és akkor 8-ba megállunk. Igen. Pici bolicsá, 100 000. Ez az. Jó lesz. Basszus, hát kifizették volna 8 kilót. Valakinek ott megremegett a keze a 100 000 dollárnál. Ott még visszaküldöd az 1 milliót. Azt hát gondolom, 2,5 millió, amikor alkudták 100 000, nyilván lehet, aztán itt volt közben alkudozás, de hogy azért itt... Azért... Minek nekünk annyi? Mi van, hülye? Pici. Kapunk annyit az Artisiusra. Mi pici. Gyerekek, 13 fok van. Igen. Mondjuk én most izzadok, tehát nekem most így nagyon jó. Csorog az izzadság a fülembe. Nem. Na jól van, hívjunk akkor egy hallgatót hát föl. Hát abban az esetben, ha fölmegy 22-re a hőmérséklet, akkor van játék, nincs, ha akkor marad a Daikin. A következő 13 percet visszatoljátok 22-re, ez akkor az. Kap valaki egy klímát. Ha nem, Kolyani hazaviszi a split klímán. Uh-huh. Daikin úr is örül, jó is. Helyre megy. Há, a második. Ezt is. Jövünk mindjárt a játékossal, illetve nyertessel a hírek után. Gyerekek, Ancsa Svájcból a naphallgatója. Ő megfejtette, hogy miért nyúlta le az Ausztrál Bank az Omega gyöngyhajú lány című dalát. Annyit írt. Az Ausztrál Bank valószínűleg beírta a Google-ba gyöngyhajú lány daltulajdonos. Kijött, hogy Kóbor. Beírta a Google Translate-be, az meg kiadta, hogy angolul gazdátlan. Júj, de nagy akkor... Nagyon jó. A legjobb eset. Ennyi. Hát ezért nem fizetnek. Hát Kóbor. Hát gazdátlan. Hát mint gazdája a dalnak. Kóbor. Érted? Hát ez a dal Kóbor. Így van. Gazdátlan. Jogtulajdonos nélküli. Mekkora duma. Én így építeném fel a védekezést. Uh-huh. Erre alapoznám. Megvagyunk. Hát beütöttük, hogy Kóbor, gazdátlan. Jó hiszemek voltunk. Utána néztünk, és kiderült, hogy gazdátlan a dal. Ennyi. Kóbor, gazdátlan. Tehát ez a nap SMS-e nagyon nagy duma. Ancsa, köszönjük. Ez nagyon, nagyon szellemes volt. Na, hívjuk akkor a nyertest? Mert? Puhák ezek, puhák, mondtam én, hogy puhák. Hát rinyálnak azonnal, meg rájöttek, hogy nem kapják meg a klímát. Már nem volt olyan fontos, hogy szívassanak minket. Egybe visszatekerték 23-ra. Ennyi, nem akarnak még egy Ákost. Csírák, mondtam én. Valaki írja, azt tényleg elhiszitek, hogy akkor nem adják oda a klímát, ha visszatekeritek, írja valaki, ismerve bennünket, hogy ezt a sok nyomit elhiszitek, hogy nem adják oda a klímát 8 fokon, ne higgyetek neki, maradjon a hőmérséklet. Odaadjuk, persze, hogy odaadjuk. Na, rajtunk nem múlik. Halló! Halló! Szia! Sziasztok, szép napot! Hello, hogy hívnak? Bea vagyok. Ki vagy? Még egyszer? Bea. Bea! Hello, Bea! Hol hallgatsz minket? Gyulán. Gyulán?
Szép hely. De szép. Igen. Igen. A vár, a fű. És Gyula nem mérges, hogy telefonálsz? Na jó, ne. Jó, Jézus Isten. Igen, és Gyulát nem zavar, hogy közben te meg becsörögsz hozzánk. Igen. Na, hát nyertél egy nagyon szép kis klímát, Bea. Komoly. Komolyan. Úristen, hát meg soha nem nyertem semmit, nem ekkora dolgot. Hát ez nagyon szuper. Mire szavaztál? Mi legyen, meleg, hideg? Én lojális vagyok hozzátok, úgyhogy én egy kellemes 20 fokot. Nagyon jól van, nagyon-nagyon aranyos. Szeretlek benneteket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a 20 fokban jól értek. Igen, nagyon kellemes, köszönjük. Jól van, van lakás, apartman, albérlet, bérlemény, szolgálati lakás, félszuterén. Esetleg saját. Bármi, ahova elfér a klíma. Lesz helye, igen, mert épp költözés, lakásfelújítás előtt állunk, úgyhogy a lehető legjobb kor. Ó, hát akkor gyerekek, hát akkor a legjobb. Külső, belső beszereléssel együtt egy Daikin klíma tiéd, na? Hú, nagyon szépen köszönjük, nem is tudok mit mondani, annyira örülök, hogy se jutok. Nagyon szép, igen, igen, beltérjegység, kültérjegység, szerelés, ráadásul, ahogy Feri mondja, minden megkaptok, jó? Nagyon szépen köszönjük. Használjátok egészséggel, és köszi, hogy játszottál velünk. Küldjük. Mi köszönjük. Puszi. Szép napot. Szia, ciao. Hello. Na, ma mit kapunk? Hello, jó közel. Miért nem szólsz te abban, Miu? Miért nem szól az... Hello. Itt vagy még? Várjál. Miért nem teszed már le be a... Puszi, szia. Nem tudlak adásba tenni, várjál, most mondj valamit. Nem szólsz. Nem. Akkor csak mutogasd el, hogy forró tea? Forró teát kapunk. Forró tea, jó. Na, ez egy negyed órával ezelőtt kellett volna, amikor 8 fok volt. Igen, de nem baj, jó, köszönjük, kaptunk teát. Langyos, jó, nem szólsz most, drága, úgyhogy nem tudunk, nem nincs tudunk megszólaltatni. Nincs itt Fanny a pult alatt, nem akar, hogy így adásba kerüljön. Kérlek ki. Igen, Fanny, el egy kábel. Fanny az előző recepciós, hogy elvágta az alsó kábelt, hogy Vivi ne tudjon adásba kerülni. Bár nem vagy adásban, mondd nekem, hogy menj oda a Ferihez, Igen. Na? Szóval csak ezt szerettem volna mondani, hogy Janinak szeretnék kedvezni ezzel a zöld kabáttal. Mert a múltkor kaptam egy olyan beszólást, hogy hát jött ki itt a kis hátsó szobából, és azt mondja nekem, hogy valami baj van a látásával, talán romlik a szeme, mert úgy látja, hogy behoztak egy fát a teraszról. De tényleg, kijöttem a stúdióból, és megláttam, hogy körbeállják. Megláttam ezt a zöld posztokabátot, és azt hittem, hogy egy kis tuját árnak körbe. Ahogy te bókolsz, ahogy te ismered a női lelket, behoztak egy fát. De aztán megdicsértem, és mondtam neki, hogy nagyon szimpatikus, hogy egy régi Rex asztalnak a posztolját feldolgozták, és nem dobták ki. Igen, a balatoni szótülőkben volt ilyen. Szóval ez ma Janinak. Na jól van, és akkor teát hoztál most nekünk? Igen, egy kis langyos teát, most már készültem hozzá egy kis kekszecskével. Mindenkinek szív alakú keksz. Azt a mindenségét neki, komolyan mondom, de jó dolgunk van. Nagyon és amúgy a többi napra is baromi jó dolgokat találtam ki, úgyhogy remélem, hogy élvezni fogok. Igen? De akkor ti csinálj már meg, hogy tényleg 38 fokot csinálunk egyszer, mert most így kabátba könnyű bejönni, érted? Hát még átgondolom, mibe jövök. Holnap nekünk is fürdőruhába kell lenni. Megmutathatod a szép új fecskedet, Jani. Jó. Mi van? Na jól van. Ház Fanni hallja most gyerekek. Szegény Fanni. Nem, hallja most nem már dolgozni is kell. Savanyodik a harmadikot. Az öregek között. Nagyon rendes vagy, köszönöm szépen. Igen, 4 liter teát ittem, eddig olyan leszünk az elefánt. Még meg a szánkat, az 38 biztos. Percig. De valaki benne hagyta a töltőtollát, az tudatos? Vagy ez egy kanál? Ja, hogy így néz ki a kanál? Nagyon jó. Azt hittem, valaki belerakott egy tollat. Oké, gyerekek, mi mutatjuk közben a nap legjobb pillanatait. Jó, hogy mivel is foglalkoztunk. Köszönjük szépen, Vivi. Köszi szépen. Ice teának készül? Azért mondtam, hogy nem fog megégetni. Azt mondtam a recepcióra, hogy ő vigyáz a portára tegnap adásba. A portára. Mondtam, hogy őt azért felel, hogy rendben legyen a porta. Na, felhívtuk Novák Andrást, mert hogy egy történelmi esemény zajlott nem is olyan régen Irakban, ugye a pápa Irakba látogatott. Hát ez egy óriási dolog, hogy egy ilyen szintű
spirituális vezető, a keresztény egyház vezetője ellátogatott Irakba, ahol leginkább egyébként már sajnos keresztények élnek a legkevésebb számban, viszont a muszlimoktól elkezdve hát síták, szunitáig nagyon megosztott a terület. A pápa mégis elment, vallási vezetőkkel, muzulmán vezetőkkel találkozott, keresztényekkel közösen imádkoztak. Ez egy óriási dolog egyébként, hogy ezt ő bevállalta, és egy ilyen tűzfészekbe ő elment, mint vallási vezető, annak ellenére, hogy nagyon sokan le akarták beszélni. Novák András kérdeztük, aki egyébként most is Irakban van, hogy milyen az utóhatása a látogatásnak, hogy jöhetett ez létre, és hát mi a helyzet Irakban. András hosszasan mesélt nekünk koronáról, pápa látogatásról, érdemes az egész beszélgetést egyben meghallgatni egyébként. SoundCloudon természetesen fönt van. Most csak egy pici kis rész jön belőle. Hát és egészen megdöbbentő felvételeket is látunk, amiket nyilván majd az ATV híradójában ti is láthattok. Gyerekek, sem az piacozás, jönnek, mennek, élnek. Hát ezt is megbeszéltük, hogy nyilván ennek azért van oka, de izgalmas volt nagyon valami másról is hallani, mint korona. És felhívtuk Révész Attilát, a Kisvárda FC szakmai igazgatóját, aki behívta a focista feleségeket, és elbeszélgetett velük, hogy mit szabad és mit nem a férjeknek, illetve hogy a feleségek vállaljanak többet az otthoni munkából, hogy a kisvárdai futballisták tudjanak rendesen focizni. Egészen korszakalkotó gondolkodás. Ki jelölte a győzelemhez vezető utat? Így van. Igen. És majd... így legalább a műkörmösök is felélegezhetnek Kisvárdán. Így van, na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Mindenképpen egy történelmi útnak mondható, hogy a pápa ellátogatott Irakba. A katolikus egyházfő még soha nem volt Irakban. Innentől kezdve, amióta a Covid-járvány elindult, a pápa nem volt külföldön. És gondoljatok bele, hogy a Covid miatt azért itt is vannak megszorítások, még ha nem is megy annyira, mert ugye a Közel-Keleten nem lehet itt embereknek, millióinak, hogy abból élnek, hogy piacoznak, hogy ne menjen el a piacra, de mégis 10 000 ember előtt misézett itt az Erbili stadionban, óriási élmény volt nekünk is. Gondoljatok bele, hogy ennyi embert mióta nem látunk, másfél éve nem látunk együtt. Szóval mindenképpen történelmi jelentés, hogy az itteni emberek nagyon-nagyon örültek neki, de az iszlám szélsőségesek tele felrakták a videókat. Hát rengeteg videó van a social médián, a Facebookon, a TikTokon, hogy nem örülnek a pápának, merényletet akartak elkövetni ellene, tiltakoznak ellene, tüntetés volt ellene. Az iszlám állam mozgolódik, ők inkább Szíriában vannak és Irak északi részén. Ezen kívül vannak Irán által támogatott úgynevezett síta milíciák, ennek az a neve, hogy Hashd al-Shaabi. Ők félig meddig már vállalták a felelősséget a merényletek után, de az is igaz, hogy azt ígérték, hogy abban a 3 napban, amíg a pápa itt lesz, addig béke lesz, és addig nem támadnak. Ez igaz is volt, abban 3 napban nem volt támadás, de a mai napon már, vagy a tegnapi napon már volt is robbantás. Rengeteg biztonsági ember, hát Bagdadban 5000, Erbilben, Moszulban 5000 embert, katonát, rendőrt, kommandost, szvatost rendeltek oda, hogy végig. Megdöbbentő volt látni, hogy milyen biztonsági intézkedések mennek. Ez ugye a világ 3.-4. legjobban őrzött embere a pápa. A svájci gárdisták mellett rengeteg kommandos, páncélozott, Mercedes-tel volt, tehát szóval tényleg megdöbbentő volt. Tehát ennek több üzenete is van, hogy hol tart most itt a terrorizmus, hogy a keresztényeket támogatja a pápa, ez is hihetetlen, hogy mennyi erőt ad. De hát itt ez megdöbbenő, hogy 20-30 évvel ezelőtt 1 millió keresztényet, most meg alig 200 000. Azt gondolom, hogy erről is beszélni kell. Képzeljétek el, találkoztam az itteni egészségügyi miniszterrel, nagyon jó. Muszáj erről beszélni, mert amit látunk, az egy teljesen más világ, mint amiben mi élünk. Hemzsegő piacok, maszk nélküli emberek, jövő menő irakiak Bagdadban és mindenhol máshol. Nincs vírus, nem törődnek vele, van, de nem érdekli őket, nem tartják számon. Vagy arról beszélgetünk, ahol minden nap lőnek, háborúznak, robbantanak, ott egész egyszerűen más a mentalitás, más a halállal való viszony, és egyszerűen nem foglalkoznak vele, és nem törődnek vele. Mi a helyzet? Te hogy tapasztalod ezt, vagy mit látsz? Teljesen megdöbbentő volt. Az is megdöbbentő volt, hogy be tudtunk ülni vacsorázni. Hivatalosan kell maszk, de gyakorlatban tényleg mindenki az áll alatt. Sőt, hát nincs. Hát lássuk a felvételeket, nincs. Megmondom őszintén, hogy amikor kip voltunk a piacon, azt mondtam a Lacinak, hogy figyelj, fogjuk meg a Facebookot, és élőzünk rá egyet, mert ez hihetetlen, meg kell mutatni, hogy milyen az, amit mi már másfél éve nem tudunk, hogy tele van a piac, de nem, hogy 10 ember, hanem 10 000-vel vannak ott az emberek, és megmondom őszintén, tudod milyen egy közel-keleti piac, az megfogod a narancsot, tehát előtte még 500-al fogták meg ugyanazt a narancsot, mert itt van a Covid elleni oltás, amely viszont óriási problémát jelent, mert nincs oltóanyag. Itt értjük meg azt, hogy mekkora dolog az, hogy otthon van egy csomó oltóanyag, és az egész Kurdisztán
képzeljétek el, hogy összesen 5000 darabot kapott. És azért itt is van, tehát több mint 103000 fertőzött, egész Irakban van majdnem 800000 fertőzött. Azért itt is vannak lélegeztetőgépen több százan, kritikus az állapot a 2000 embernek, szóval azért itt is van koronahelyzet, csak kezelni egymásképp tudják, más a mentalitás, mások az anyagi körülmények, mások a lehetőségei, mert hát az emberek abból élnek, hogy a piacon adnak vesznek, tehát a Közel-Kelet mégiscsak arról szól, hogy adsz és veszel, tehát ugye itt nincsen harmadik út, ez az élet. Tehát ha piacot zárod be, akkor az egész országot zárod be. Tehát itt arról szól Kurdisztán, hogy az Iránból érkező áru, a Törökországból érkező áru, mert az Irakból érkező árut kicserélik egymással. Most ha ez nincs, akkor nincsen semmi. Mik voltak a fő pontok, Attila? Segíts egy kicsit. Mit adtál ukázba, vagy utasításba, vagy mire kérted a focista feleséget, mit csináljanak, vagy mit ne csináltassanak az urukkal? Azt kértem, hogy a biaritmusokat a férjéknek, barátjaiknak ne zavarják be, mert az a megzavarás az borzasztó, az teljesítmény romláshoz vezetett. Tehát eltereli a figyelmet az edzés munkáról és a pihenésről az, hogy állandóan csipog a telefonjuk, hogy a bank megint írta egy kisebb összeget. Volt némi vásárlás. Hát ez most nem csipogott nekik, mert az én filmot nem nagyon tudtam adni nekik. Lehet, hogy ez volt a probléma, az anyád jóisten itt megint nem csippant. Elmondtad nekik, hogy gyerekek, nincs felkelés például a gyerekhez, az anyu dolga, fagyjuk a férjed, barátot aludni. Így van, a kisgyerekeknél pontosan ezt emeltem ki, hogy ha lehetőség van rá, másik szobába tudnak pihenni, akkor tegyék azt meg. Mit szóltak? Húzták a szájukat, volt válvonogatás, betartják azóta, mit látsz? Hát nyilván nem fogadták azért ezt könnyen, amikor kiadtad, hogy mi a nő dolga, mi a férfi dolga otthon. Ez érdekes, ugyanis a meccs után az öltözőben az volt az első mondata a fiúknak, hogy most, a jövő héten újra szeretnénk találkozni. Mert jobb dolguk lett otthon. Igen. A szexet is kiadtad, hogy a meccs előtt nincsen szex? Nincs együttlét, nincs a hajnalig fennmaradás? Nem, hát azért nyilván ez, hát a hajnalig fennmaradás az természetes, az nem lehet. Ugye ezt azért nagyon sok csapatsportágban, vagy egyéb sportolóknál is alkalmazzák. Hát, nem a megvonását, hanem a megfelelő időbe történő alkalmazását hangsúlyozzák itt ki. Komoly bajnokságban, vagy komoly meccseken, vagy akár világbajnokságon, Európa bajnokságon konkrétan elválasztják a feleségeket, és nagy tétmeccsek előtt nem is találkoznak. Tehát olyan nincs, hogy a csapat nem együtt van mondjuk este egy nagy EB vagy VB meccs előtt, hanem a feleségükkel van, még nem is találkozhatnak. Tehát nem tiltottad, csak megszabtad, hogy mondjuk 5-től 4-ig mindenkinek elkezdődik. Étkezési vonal is van, hogy semmi pacal pörkölt, lányok. Ezt is igen, megbeszéltük, ráadásul sajnos most a vírus helyzet megnehezíti, de azért egy olyan szokás is van nálunk, hogy az adott nemzetnek a kultúrájából választunk ételt, és azt a háziaknak, akik onnan jöttek, meg kell csinálni, és a csapatnak ezt minősíteni kell. Természetesen az étel is nagyon fontos, ugye már brazilokkal kezdtem volna, de ők azonnal jelezték, hogy az ő ételük az nem igazán a sportolónak való. Úgyhogy... Nagyon bátor azért, ez nagyon bátor egy ilyen túltolt piszis világban így a nőket berakni a tűzhely és a gyerek mögé, miközben, hogy a férfiakat hagyjátok aludni, hát ezért nyilván téged keresztre feszítenek. Én értem ennek a mondandóját, de hát közben azért ez egy nagyon bátor vállalás, tehát azért ez egy meglehetősen hímsovinista hozzáállás. Ugyanakkor nyilván a sportban ez sok szempontból érthető, hogy egy profit orientált vagy egy profi hozzáállás az ezt követeli. Hogy mi a baj a kutyasétáltatással? Állítólag az is volt, hogy ne sétáltassanak kutyát. Elesnek, megbotlanak? Látva egy-két magyar focistát, akár egy kutyasétáltatással is megbotolhat a saját lábában. Agaruk van, és ez túl gyors neki? Kimerülnek esetleg egy szigetkör után? A fegyelmezettséget kell előtérbe helyezni, de mondom, még egyszer, ennek inkább pszichológiai hatása volt, és én úgy gondolom, hogy a cél a legfontosabb. Azt elértem vele, kizökkentettem abból a komfortzónájukból, amiben éppen részt vettek. Azóta milyen eredményekkel büszkélkedünk? Hogy állunk? Ez az alvatlanság, illetve a nem megfelelő felkészülés, ez mérhető és észrevehető. Ezt mi is észrevettük, mind a technikai romlás, mind a fizikai romlás tekintetében jelentős teljesítménycsökkenést értek el. Hát akkor a magyar focisták 40 éve éjszakáznak. Kis túlzással, nem? Az a rohadt kutyasétáltatás. Ezt tette tönkre a magyar focit 86 óta, a kutyasétáltatás és a gyerekhez való felkelés. Még egy oldal a mexikói aktába. A tészta mellé. Igen, és a magaslati levegő. Na de azóta Kisvárda, mit tudom én, Honvéd, Kisvárda, ért, Kisvárda. Kisvárda, Honvédelen hoztátok. Hát ott nyertünk. Így van, a Honvédelen sikerült állni, Istennek idegenbe. Az utolsó percben. Hoppá! Akkor hajrá, Kisvárda! Hajrá, Kisvárda! Csak a kis Pest már elhagyom, hogy Lőrinci vagyok. Jó, egy tízecskét holnap földobunk akkor a csapatra a hazete ellen. Balázsi! A Rádió Egyen!
Gyerekek, hát akkor működik itt ez a, az asszony utasítás, nem? Keménynek kell lenni, látod, és már is tudnak focizni. Igen, 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 igen. Hívjuk a naphallgatóján. Nem hívjuk, de hívjuk. Hívjuk. Ásik? Az jó reggel! Na végre, 11 év után. 11 év után sikerült. Írnod egy szellemes SMS-t. Ancsa, hello, hát te Viberen szoktál nekünk nagyon sokat üzenni, te még soha nem voltál naphallgatója. Nem, és kérdezzetek, hogy kétszer volt valaki úgy naphallgatója, hogy egy az egyben ugyanazt írta, mint én. Komolyan? Aha. Lopják az SMS-eit. Ez a rossz Wikipédia. De tényleg. Igen. Te ugye levezetted nekünk, hogy nyúlhatta le az Ausztrál Bank, ugye az Omega Gyöngyhajú Lány című dalát, leírtad, hogy az Ausztrál Bank valószínűleg beírta a Google-ba, hogy Gyöngyhajú Lány tulajdonos, kijött, hogy kóbor, beírta a Google Translate-be, az meg kiadta angolul, hogy gazdátlan. És így lett akkor tulajdonképpen a felhasználva a dal. És ott mit csinál Svájcban? Már beszéltünk egyébként telefonon, csak naphallgatója nem voltál, nem? Ha igen, beszéltünk már, igen, igen, én álmodtam egyszer Janival. Ne folytasd, tudjuk. Csúnya hangod alapján még mindig a hatása alatt vagy ennek. És Jani is. Igen. Mióta élsz Svájcban? Én most 2013 óta. 2013 óta? Aha. Mit csinálsz? Férjem svájci, volt úszó volt, és Magyarországon ismertem meg az EB-n, a Margit-szigeten. És akkor ő kinézett magának, én megvett magamnak, és akkor így ilyen nemzetközi lett, és hát ő nem akart Magyarországra költözni, úgyhogy inkább akkor én költöztem ki Svájci. Nagy képű Svájci, nem akar ide jönni, nagy képű Svájci, persze, nem jó itt neki a hármas határhegy. Büdös neki a szigát, vagy a kékes. Hát az a baj, hogy elvittem metrózni, és akkor így hármas metró hatása után így azt gondolta, hogy így... Hát milyen szép az pedig, hát ne. Még egy különbség köztel is a férjem közt. Nekem nincs vele gondom. A kis föld alattira vitted volna, abba beleszed. Már itt lakna, érted. Már felújították. Na jó, van, csak küldünk egy ajándékcsomagot, akkor 11 év után te vagy a naphallgatója. De te azért szereted Magyarországot, azért nem ám fújni ránk. Nagyon, hát én nem, mert egyébként ő is szereti Magyarországot, csak... Messziről. Igen, hát így mondtuk, hogy majd amikor a svájci nyugdíjból majd oda költözünk valahol. Na most utáltattad meg magad mindenkivel. Na most meggyűlölt mindenki. Na jól van, Ancsa, küldjük a csomagot akkor, jó? Szigorúan a határi küld el érte a férjed, jó? Jöjjön el, baktasson el, jó? Vegye át a határon. Igen, csak akkor bevágják 10 karanténba. Hát ne jöjjön át, átdobjuk neki. Köszönjük, hogy írtál, puszi, ciao. Hello. Hello. Hogyan tudsz úgy mondani három mondatot adásba, hogy azonnal mindenki megutálja a rovatunkat, hallották? Igen, pedig csak az őszintét mondta és a valót, ugye? Igen. Svájci nyugdíjból hazajövünk Balatonra, tudod, ez azonnal. Na jó van, gyerekek, holnap folytatódik a klímás játék. Így van, egészen péntekig. Készüljetek, szavazzatok. Jó? Mi pedig akkor jövünk holnap. Elmondtuk mindent. Így van. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok. Hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.